A mai téma az az oktatáspolitika lesz, és be is mutatnám akkor a kedves résztvevőket. Servan Fruzsina, az ADOM diákmozgalom elnöke, Vékon Csongor Levente, a Mi Hazánk Ifjainak az elnöke, illetve Tüskés Vilmos, az Identitástól a szakpolitikai képviselője. A vita menetéről 5 kérdést fogok feltenni, és mindegyik kérdése 20 perc kifejtés várható. 3 perc kifejtés kap mindenki. Ugye Csongor 3 perc, Fruzsina 3 perc, utána te, és utána 11 perc marad, amikor a felgyülemlett véleményeket, kérdéseket meg tudjátok vitatni. A telefonokat kérlek szépen némítsátok le, viszont nyugodtan lehet használni, lehet jegyzetelni, lehet használni. Akkor kezdjük is a vitát. Az első kérdéssel kezdeném. Átlagot tekintve, a PISA felmérései szerint a fejlett országokhoz képest nem éppen kiemelkedő tendenciát mutatnak a magyar iskolások eredményei. Mi lehet ennek az oka, mivel lehetne ezen javítani? Csongor, akkor át is adnám neked a szót, és kérlek 3 percben fejts ki a véleményedet. Sziasztok, szeretném én is megköszönni a meghívást az Identitásnak. Tulajdonképpen az oktatási rendszert és magát a diákoknak az oktatási színvonalát, hogy hogyan tudnánk növelni, ugye jobbá tenni, és hogy mik is ezzel az egésszel a problémák, erre keressük így a kérdés kapcsán a választ. A 20. századi oktatási stílus mellett elsődlegesen azt látjuk problémának, hogy az iskola az nem a valódi életre készíti fel a fiatalokat. Szeretnénk a középiskolás éveket, azt tényleg egy értékes évekké tenni a fiatalok számára. El kell mondani, hogy az, hogy a krétát és a táblát lecserélték projektorra, az nem egyenlő azzal, hogy 21. századi oktatást produkálnak. De mégis akkor mi az, ami 21. századivá teheti az oktatást? Ugye a hasznos középiskolai éveket azt úgy tudjuk szerintünk elérni, hogy először is olyan középiskolai tantárgyat 11. osztályba szeretnénk bevezetni, ami tényleg a valódi életre készíti fel a fiatalokat. Ugye mit jelent ez, hogy például kikerül a diák az iskolából, sok mindent akkor kell megtapasztalni a felnőttként, tehát nem tudják még azt sem sokan, hogy hogyan kell egy csekket kitölteni, vagy a munkaviszony terén mi az, ami a vállalkozói létet illeti, mi az, ami az alkalmazotti státusz, tehát ezekről legyen egy alapvető ismeret 11. osztályban, de a 40 perces órák is programpontjaink összerepelnek, a 0. óra eltörlése, hiszen szeretnénk azt, hogy ebben a 40 percben tényleg olyan oktatás folyjon, ami a színvonalnak megfelelő, és nem mondjuk a táblatörléssel vagy projektorbe üzemeltetéssel zajlódjon, teljen ez az idő. Aztán nyilván ezt anyagilag is szeretnénk egy kicsit támogatni a fiatalokat, a középiskolásokat is. Tudjuk, hogy a szakközépiskolákban van egy ösztöndíjprogram, de szeretnénk azt, hogy a gimnáziumokban is legyen. Pusztán itt annyi a különbség, hogy egy fix összeg mentén gondolkodunk 4,7-es átlaghoz kötve, de nem csak az egyéni érdemeket szeretnénk jutalmazni, hanem mint osztályt is szeretnénk jutalmazni. Tehát ugye van 6., 8., 10. osztályban kompetencia felmérés, és ez alapján arra gondoltunk, hogy 50 000 forinttal iskolánként, évfolyamonként a legjobb osztályokat jutalmazhatná az állam, ezeket fel lehetne használni több csapatépítő, ugye osztályépítő és tudásfejlesztő programokra, akár osztálykirándulásokra is. Köszönöm szépen, Csongor. Akkor kérlek, adj át a mikrofont. Köszönöm szépen. Először is én is nagyon szépen meg szeretném köszönni ezt a lehetőséget, hogy érdemi diskurzus folyhat az oktatásról, mert nagyon sok ilyenre lenne szüksége ennek az országnak. A PISA felmérésről alapvetően elmondható, hogy ugye az kompetenciákat vizsgál. Tehát ott nem arról van szó, mint amit a magyar oktatási rendszer az elsődleges céljának tekint, hogy megtanulunk olyan tudást, amit két dolgozat között már szinte el is felejtünk, hanem itt tényleg, ahogy fogalmaztál, az életre nevelésről van szó. Én annyiban vitatkoznék, hogy az életre nevelés szerintem nem feltétlenül a csekkbefizetés jelenti.
szerintem az életre nevelés az azt jelenti, hogy igazából a tudás örömét, vagy a tudás szerzés örömét tanítja meg nekünk az iskola rendszer. Tehát nem végtelen mennyiségi tudást próbál belesújkolni a fejünkbe, mert lehet, hogy nem veszed ennek hasznát a mindennapi életben. Hanem mi azt szeretnénk, hogy egy olyan iskola rendszer legyen, hogy a tudás öröme az meglegyen a diákoknak, és folyamatos fejlődés legyen náluk. Tehát, hogy kompetenciákra építsen egyébként. Még ami a PISA felmérést illeti, ott volt egy OECD felmérés, ami kiderítette, hogy miért ilyen alacsony a diákok színvonala ezen a teszten, mégpedig azért, mert az alacsony gazdasági helyzet az abból szinte egyenesen következik, hogy rossz lesz a diákok átlaga az iskolában. Tehát a szociális helyzet hatalmas mértékben meghatározó Magyarországon a diákok tanulmányai eredményét illetően, és éppen ezért van, hogyha Magyarország 74%-a él az EU-s szegénységi minimum vagy átlag alatt, és ebből következik az, hogy emiatt a jegyeink is ennyivel rosszabbak a diákoknak. És alapvetően hogy a magyar oktatási rendszer nem is ezekre a skillekre, ezekre a képességekre épít, mert például van egy olyan felmérés, ami ezt méri, ugye a Teams nevű felmérés az pedig azt méri, hogy mennyi tudást sikerült a gyerekek fejébe tuszkolni, és ott pedig kifejezetten jól teljesítenek a diákok, tehát attól függ, hogy melyik mérés nézzük, és mit tekintünk fontosnak. Az, hogy évszámra pontosan tudjuk a Mohácsi csodát, vagy pedig a jó probléma megoldó képességünk legyen, kritikus gondolkodásunk, és el tudjunk tájékozódni a 21. századi Magyarországon. Tehát csupán ettől függ, hogy hogyan teljesít a magyar oktatási rendszer. A másik pedig, hogy egyenlítődnek egyébként a nemek között a különbségek ugye matematikából és például szövegértésből, de ez nem azért van, mert például a fiúk jobban teljesítenek szövegértésből, hanem mert a lányok színvonala is fokozatosan csökken. Tehát, hogy a fokozatos, folyamatos, zuhanó tendenciát azt sajnos tapasztaljuk itt az oktatási rendszernél. És én ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen. Vimos? Üdvözlök mindenkit, én is köszönöm a felkérést. Hát sok minden elhangzott itt, de azért próbálok egy-két dolgot még hozzáfűzni. Először is, ami szerintem probléma, hogy a tanári pálya ma már gyakorlatilag egy ilyen egyáltalán nem vonzó pálya, alacsonyan vannak a bérek nagyon a tanári szektorban, és emiatt az utánképzés ez gyakorlatilag így egyre inkább hát kezd összeomlani, mondhatjuk így ezt az egész tanárképzés rendszerét. A másik, hogy igazából újfajta kihívások vannak ma már, meg teljesen, ez nyilván nem összeudonság, hogy teljesen másképp nőnek fel a mai gyerekek, mint ahogy mi felnőttünk, ugye, és minden gyermek abszolút technokrata, tehát 2-3 évesen már a telefont, a tabletet, az internetet, az tökéletesen tudják használni. Tehát rengeteg információ számukra elérhető. Inkább valóban arra kéne őket megtanulni, hogy melyik a jó információ, mi az, amit ebből elérjenek, ne pedig dezinformációkkal töltsék meg a fejüket kiskoroktól kezdve. Meg hát a másik, hogy erről nem esett olyan sok szó, hogy a hagyományos oktatási rendszernek van egy ilyen, szerintem ma már kicsit negatívnak mondanám, hogy egy olyan szigora, hogyha az iskolába kell menni, akkor egy ilyen rossz érzés elmenni az iskolába, mert ott félsz, hogy valaki vagy felszólít a tanár, röbb dolgozatot kell írni meg, stb. Tehát egyáltalán nincs meg az, hogy az oktatási intézményben te úgy mész be, hogy ez egy jó dolog lesz. Viszont ugye hát a Covid megtanította arra, hogy ez az individuális oktatás, ez egy egyre inkább fontos dolog lesz a jövőben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így a digitalizáció felé kellene elmenni. Van nekünk egy kréta-rendszerünk ugye jelenleg, amit hát helyek közel lehet is használni, meg néhány tanár így használja is, de azért szerintem az nincs megfelelő módon még így elterjesztve, csak így papíron, vagy hát digitálisan. Én azt gondolom, hogy tananyagokat teljesen át kellene modernizálni, és kicsit így a könyvek felé el kellene rugaszkodnunk, úgymond a digitális, audiovizuális oktatás felé. Már van egyébként a YouTube-on egy ilyen csatorna, a Zanza TV, hogyha páran ismeritek, akkor az úgy jó előny. Én is próbáltam így utána nézni, de az Zanza TV azért az egy picit, azt nem tudom egyébként pontosan ki üzemelteti azt, de nem annyira összeszedett, meg kiforrott még. Viszont szerintem, hogyha a tananyagokat sikerülne akár tényleg nagyon profin digitalizálni, hogy színészek, szinkron színészek felmondják összefoglalva röviden színes illusztrációkat az tananyagokat, és ezeket a krétába beimplementálnánk, és akkor ezt feltölteni mindig a tanár az óra után, akkor kialakulna az, hogy a tanulás az nem feltétlenül csak egy ilyen idegesítő, fárasztó, rossz dolog, hanem akár élmény. Meg lehet szeretetni a tanulást a diákokkal. Szerintem hosszú távon mindenképpen rá kéne erre egy kicsit
feküdni, hogy igazából átneveljük a diák, vagy hát a gyerekeket, hogy a tanulás az, az egy jó dolog is lehet. Az egy nem csak ugye hasznosságot látjuk, hanem egy élmény is akár lehet ezek által. És a szigorból még azon a területen is egy kicsit visszavennék, hogy például amikor én voltam középiskolás, akkor nekünk tényleg elég szigor volt, tehát inni például nem lehetett az órán, enni evidens, hogy nem lehetett, de hogyha még mosdóba akarták kimenni, akkor is így jelentkezni kellett, hogy mindenkinek bejelens, hogy te most egyes vagy kettes dolgot akarsz csinálni. Hát szerintem ez nonsense mai világban, hogy tényleg aki tehát emberek a diákok, akár lehetnek betegek, stb., hogy egy kortyot nem ihat, egy falatot nem ehet, ez is egy ilyen rossz légkört fog így szerintem magával hozni. Egy picit ezen is szerintem lehetne lazítani bizonyos keretek között. És hát ugye említettük, hogy az adatok hát csökkennek, mármint egy kompetencia szinten. Valóban ennek vannak szociális meg gazdasági okai, hogy egyre több szegény kerül be az oktatásba, akiknek egyszerűen nincs lehetőségük. Egyre inkább kevésbé érik el ugye modern digitális tananyagokat, vagy kiegészítőket. Ezzel mindenképpen kellene változtatni. Bár itt én egy picit azért nem feltétlenül azt gondolom, hogy segélyezés az egyetem megoldás, hanem inkább a szülők edukálása lehet itt a megoldás. De ez egy nagyobb téma, ezt most inkább nem kezdek bele. Köszönöm szépen a vélemény kifejtést. Hogyha esetleg ezzel az első kérdéssel kapcsolatban vannak vitapontok, amiket esetleg meg szeretnétek vitatni, akkor állunk elébe. Szeretne valamelyikőtök ehhez hozzáfűzni valamit? Csongor? Úgy alapvetően az oktatás kérdésében, hogyha szakpolitikailag nézzük egyébként, most attól függetlenül, hogy jobb vagy baloldal nézi, a diákoknak majdnem, hogy ugyanazok a problémái, tehát persze lesznek érdemi viták is, főleg identitáspolitikai viták, de szakpolitika tekintetében azért vannak közös pontok. Azzal persze nem értek egyet, nyilván, mint általánosan baloldal által felhozott érv, hogy a szegénység miatt lesznek rossz tanulmányi eredmények, vagy éppen rossz magaviselet. Nyilván ezt nem tudom elfogadni, de arra szeretném mindenképp még felhívni a figyelmet, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak van egy véradat programja. Na most azon belül van egy ifjúságpolitikai programunk, ugye ez az Ifjak Magyarországért program. Az áll körülbelül 30 pontból, most ebből fent van a YouTube-on egyelőre körülbelül 17 pont. Tehát a megoldást az nem azt jelenti, hogy akkor a csekk kitöltésre megtanítjuk a fiatalokat, ezt egy példaként hoztam. Itt számos más pontunk van, amit hogyha mindet megvalósítjuk, ugye ez a célunk, akkor ezáltal tudjuk jobbá tenni az oktatási rendszert. És akkor ide szeretnék még párat felsorolni, hogy azért megmaradjon több dolog. Tehát beszéltünk arról, hogy a hasznos középiskolai éveket szeretnénk elérni, de nyilván amit elsődlegesnek tartunk, a nyelvoktatás, a 21. századi ugye, informatika oktatás, emellett a testnevelés, és az, hogy a történelem órákon ott ne egy nemzeti szégyenérzetet, hanem egy nemzeti büszkeségtudatot neveljünk a fiatalokba. Ugye, hogyha informatikát, nyelvoktatást említem, nyilván ezt egyetértetek ezzel ti is, de mégis akkor mi az, amit mi ezen belül gondolnánk. Ugye akkor informatikát nézve, most az ECDL vizsga az egy olyan alapismereteket nyújt, mint a Word Excel használat, na most ez is már elengedhetetlen egy mai fiatal számára, tehát erre csak ösztönözni tudjuk őket. Viszont ezt inkább meg kéne haladni, és talán a programozás tanítására, fejlesztésére kéne több időt fordítani az iskolákban. De tényleg vannak tényleg elsődlegesen Észak-Kelet-Magyarországon szegény családok, ez tagadhatatlan. És hogyha nagyon sok esetben nincsen például náluk az internet bevezetve, akkor ennek az orvoslására javasolnánk azt, hogyha elvileg ingyenes az oktatás, akkor a diákoknak egész Magyarországon, nem csak a szegényeknek legyen ingyenes alapszintű internet, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tényleg egy 21. századi oktatásról tudjunk beszélni. Na most még egy kicsit akkor ragadnám a szót tovább. Ugye nyelvoktatás tekintetében ott megint csak az életszerűségről beszélni. Ott nem az az életszerűség, hogy a nyelvtannál maradunk, és akkor tényleg olyan nyelvtant használunk, amit már gyakorlatilag Angliában meg Amerikában nem is használnak a kint élők, hanem tényleg akkor a gyakorlatiasságot, hogy hogyan értsük meg egymást, kint gyakorlati példákon keresztül kellene ezt az egészet bemutatni, érzékeltetni. És hogyha fakultációk vannak, akkor ott nem az alapoktól kell kezdeni az oktatást, és nem az
órákon elmaradott dolgokról kell beszélni, hanem tényleg olyan tipikus feladatokat kell a diákok számára nyújtani, ami fel tudja őket készíteni megfelelően egy nyelvvizsga megszerzésére. Na most akkor nyelvvizsgával kapcsolatban is van több pontunk. Itt csak egyet-kettőt említek, csak hogy érzékeljétek, hogy azért van itt bőven a tarsolyban programpontunk, és nem az a 21. századi oktatás, hogy akkor csekkitöltés lesz. Na. Majd megtanítják a suliban. Mit kell csekken kitölteni? Most ne menjünk bele, ne vigyük el humorra. A diákoknak az életéről van szó, tehát ilyen tekintetben most nincs helye, azt hiszem, humornak. Na. A humor egy traumafeldolgozó eszköz, szerintem traumánk van bőven. A nyelvvizsgát, hogyha manapság leteszi egy diák, akkor azt ugye most már nem fogadják el középiskolai érettségiként, kivéve hogy emelt szintű, akkor 60%-os. Ugye régebben ez is máshogy volt. Segítsük a diákokat, mi itt is azt szeretnénk, hogyha a középszintű nyelvi érettségit valaki leteszi, akkor azzal százalékos arányban legyen elfogadva érettségiként. Azzal már könnyíteni megint csak a diákoknak a terhét. Tehát van bőven miről beszélgettünk, itt még akkor egy valamit, ugye zöld nevelés, zöld politikájáról is majd esett szó, de most már kicsit átadom a mikrofont, mert úgy érzem itt az ideje. Megkérdezem először, hogy mennyi időnk van még reflektálni. Van szuper, akkor néhány pontban szeretnék reflektálni az elhangzottakra. Ugye az egyik volt ugye az életre nevelés. Itt ugye elkezdhetnénk szépen lassan felsorolni, hogy mi mindent kellene belesűríteni az oktatásba. Tehát, hogy nyilván mondjuk egy alapszintű pszichológiai képzés sem ártana, a marketinget is, akkor már vehetnénk ugye az informatikai alapismereteke, zöld politika, mert az is egy hatalmas, ugye generációnk legnagyobb problémája. De az a tapasztalat, hogy ezt nem tudjuk mind-mind belesűríteni a tananyagba. Tehát, hogy alapvetően tényleg csak az érdeklődést tudjuk fenntartani, mert a tanulás, amint az előbb megfogalmazták előttem, ugye nem feltétlenül egy feladat vagy egy tevékenység, úgy fogalmazott, hogy egy élmény szerintem, viszont egy életforma. Tehát, hogy az, hogy mész az utcán, ugyanúgy nem tudom, látsz egy információt, rá tudsz keresni, tehát ott van a kezedben egy eszköz, ami bármilyen információt el tud juttatni hozzád, és nem kell emiatt könyvtárba rohangálnod, mint az előző generációnak, stb. Tehát, hogy alapvetően a kritikus gondolkodást kell megtanulni, az információkeresést. Ennek ugyanúgy része lehet minimális szinten ugye az előbb felsorolt minimumok, de alapvetően erre kell szerintem helyezni nagyobb hangsúlyt. A másik pedig, hogy a baloldali érvek, hogy miért determinál igazából a szegénység. Ez nem egy magyarországi felmérés, ez egy EU szintű PISA felmérés elemzés de volt. A Európai Unió is liberális, tehát az is baloldali felmérés. Nem feltétlenül ugyanaz a baloldal és a liberális, de elfogadom azt, hogy ezt ennek tekintjük, viszont nem tudunk attól eltekinteni, hogy ez egy tényállás, hogy van egy ilyen oldal interneten, beírod az irányítószámodat, és megmondja a tanulmányi átlagodat, meg hogy milyen munkát fogsz találni, milyen fizetéssel. Következő pontban szerintem fogunk ezek. Ez egy abszolút... Igen, igen. Tehát, hogy eléggé determinálja azt, hogy hova születsz, hogy milyen tanulmányod, vagy tanulmányi átlagod, vagy milyen fokú tanulmányaid lehetnek. Ha már pontokról is beszéltünk, nekünk is volt jó pár pontunk, több javaslatcsomagunk is volt, több száz programponttal, amit diákok gyűjtöttek össze egy-egy év során, és azokban számos ilyen kisebb pont van, amiket ugye most így is felsoroltatok, akár a digitális képzés, stb. Viszont ugye említetted, hogy már a sima táblát lecseréltük például okos táblára, az a helyzet, hogy sajnos ez nincs itt, hiába van a diákoknak a biztonságos tanuláshoz joguk, biztonságos környezetben, hogy tanuljanak, sajnos ugyanúgy omladoznak a falak, nincsen kréta, a tanár hordja be, szerintem mind ismerjük ezeket a problémákat. Tehát, hogy egyrészt, amikor mi tanultunk, másrészt sajnos a Csabból is ez folyik, hogy az oktatás mennyire romló körülmény között van. És én nagyjából annyit szerettem volna elmondani, hogyha gondolod, akkor. Még egy 3 percet van. Hát nem hálás feladat így a végére maradni, nagyon sok minden elhangzott, de én hát leginkább a Csongor véleményével tudnék vitába szállni, mert nekem ez kicsit most ilyen kampány, hogy hát mi ezt is csinálnánk, oda is adnánk mi ezt, stb. Én nem érzem azt, hogy Magyarországon ez mint amit te mondasz, vagy amit ti képviseltek, az megvalósítható jelenleg. Tehát amikor a tanári képzés, tehát a tanári fizetésre nincs elég pénz, akkor majd itt ilyen életnevelő tanfolyamokra pénz, meg nem tudom, milyen life coachokat bevezetni az iskolába, szerintem képtelenség egész pontosan. Meg
Hát, mindenkinek ingyen internetet biztosítani, nekem ez kicsit olyan kétfarkús örökület ingyen sör kategória, nem hiszem, hogy ez Magyarországon megoldható. Jó dolog lenne, de hát nem, én nem tudom, hogy számoltátok ki, lehet, hogy vannak erre nektek számításatok, én nem hiszem, hogy ez megvalósítható. Meg egész egyszerűen ezeket a képzéseket, amiket így mondtok, programozás, meg stb. Ez tök jó. Én ezt nagyon adnám, egyébként én középiskolában infószakos voltam, én tanultam programozást, de még amikor tanultuk, se úgy tanultuk, ahogy kellett volna tanuljuk, tehát ez egész tényleg úgymond egy kicsit így már boomer oktatást tett itt Magyarországon. Tehát én támogatnám azt, hogy legyen sokkal modernebb, meg sokkal jobban kibővítve, de szerintem erre se szakember, se pénz. És ezért én inkább azt gondolom, hogy ez az individuális oktatás egy picit, ami jobban működne, mert ma már hozzáférsz minden információhoz, csak azt nem tudod sokszor, hogy hol keresd, vagy pontosan mit keresd. Hogyha ezt egy picit jobban tanítják meg, akkor nem feltétlenül kell csekkitöltést tanítani az iskolában, mert hogyha meg akarom nézni a csekkitöltést, felmegyek YouTube-ra, vagy csak bérem Google-be, és akkor két perc múlva már meg tudom nézni, hogy kell kitölteni a csekket, bár ma már a csekket kitölteni is nagyon bonyolult, tehát azért egyszerűsödik is sok minden az életben. Akár ügyintézés, vagy bármit nézünk. Úgyhogy szerintem a ti megközelítésetek az egy picit ilyen, nekem ilyen kampányszagú. És... egy mondat elég reagálni, hogy nyugodtan. Tehát, hogy honnan lenne erre pénz? Pénz van az országban, csak a Fidesz rossz helyre költi. Tehát, hogyha csak azt megnézzük, amit ugye készít mindig felmérést, úgymond nemzeti konzultáció. Na most arra itt van előttem az adat, hogy mennyit költenek el évente 24-30 milliárd forintot. Ezt, hogyha megfelelően átcsoportosítanánk, az ifjúság számára szánnánk, akkor sok mindent ebből meg lehetne oldani. Jó, hát nyilván, ha nem épülne 86. stadion, akkor abból lehetne akár... stadion a másik példa, így van, és ez csak a nemzeti konzultáció vannak az eredmények. Lehetne több pénzt adni a tanárképzésre, vagy akár ösztöndíjak, vagy digitális táblák, vagy bármire. De azt sem lehet, hogy akkor most minden pénzt ide öntünk, mert attól se lesz ez így hirtelen megoldva. Feleslegesen elköltött pénznek kéne a hasznos több, helyet. Több pénzt bele kéne az oktatásba, abszolút, akár köz, akár felsőoktatás, de jelenleg nem hiszem, hogy ez így ilyen akár 4 év alatt megvalósítható, amit itt elmondtál. Akkor, ha már szóba jött itt a források, amiket a kormány biztosít az oktatásba, illetve máshol, ugye a jelenlegi Orbán kormány nemrég az iskolaőrséget állította fel. Ezzel kapcsolatban innen a következő kérdés, hogy megfelelő a fegyelem, és a fegyelmezés ma a közoktatásban, illetve ez a újonnan felállított iskolaőrség, ez mennyire hatékony? Hatékony-e? Egységes az oktatás, vagy pedig fontos a szegregáció? Kell ezeken változtatni? Kezdjük akkor nálad, Vilmos. Hát egy megfelelő fegyelem az egy jó kérdés, mert hát nem jártam az összes iskolát, és szerintem ezekről így külön felmérések sincsenek, hogy most akkor nem tudom, Borsodban rosszabb a fegyelem az iskolákban, de mondjuk Budapest egyes kerületében meg jobb. De azt gondolom, miért mégis fontos volt, hogy ezt az iskolaőrséget felállítani? Azt gondolom, hogy nem lehet megfelelő a fegyelem, mert azért elég sok olyan esetet hallunk, amikor például a tanárokat megvernek, vagy bevonulnak a diáknak a szülei egy ilyen improvizációs értekezetet tartani, és akkor kihozni a tanárt, hogy nehogy már ő most nem tudom fegyelmezni merje, vagy intűt adjon a gyereknek. Tehát nyilván azért az, hogy iskolaőrséget létre kellett hozni, azt egy inger szülte, tehát ezt én most nem akarom megtagadni, hogy jaj, hát nem is akkor a probléma, nem ez egy marketing, hanem nem, ez egy probléma. Sőt, hát itt azért ki kell indulni olyan iskolákból is, amikről tényleg abszolút nincs rálátásunk, vagy intézetekből, ahol azért így az erőszak, a kábítószer használat nem erőszak, ott minden előfordul. Ott még egy iskola őrség is kevés, ott a minimum a tekket kéne, vagy a bosszúállókat vinni kb. Talán az megoldhatná a problémát. Szóval a tanárok és a diákok többsége vannak iskolák, ahol nincsenek biztonságban, ezért kell az iskola őr. Fel kell mérni sokkal jobban, nem tudom tényleg ezt, hogy mérték fel, hogy hova kell az iskola, hogy ott a tanárok vagy az igazgató jelzett, hogy oda ők kérnek, de szerintem sokkal több helyre így elkér. Annál is inkább, hogy egyébként, ha nincs funkciója egy iskolaőrnek, nem kell fegyelmezni, akkor sem baj, ha ott van egy iskolaőr. Aztán pont Győrben volt nemrég egy eset, hogy ugye megkísérelte az egyik tanárát, egy
alapjáton jó tanuló srác, csak bekattant, mert kapott valami hármast, vagy valami ilyesmit, és hátba szúrta a tanárát, és ott azért nem történt nagyobb tragédia, mert valakinek talán volt végül idegjelenléte, és lesztette róla, de azért az elvileg nem ment olyan könnyen, és ezt meg is értem, hát most valakit ragadnak ést, és elkezdene szurkálni valakit, akkor nem biztos, hogy én is adogranék, hogy fú, levegyem róla, viszont ha egy iskolőr ott van, akkor jöhet és segíthet. Szegregált oktatásról volt még szó. Hú, ez egy nehéz téma, mert a szegregált oktatás az mindig elmegy egy ilyen fajalapú rasszista kérdésbe, hogy akkor a szegregáció az csak fajalapon működhet, de ezért így ez egy hülyeség, ez egy rossz megközelítés. Egyébként meg például a vallási alapon elég sokszor vannak szegregált iskolák, hát vannak egyházi iskolák, zsidó iskolák, muszlim iskolák is biztos vannak, Magyarországon talán még nincs, de Európán belül biztos, hogy van. Tehát igazából igény is szülheti a szegregált oktatást, és kompetencia, meg magatartás alapján szerintem abszolút nem rossz a szegregált oktatás. Hát én, mikor középiskolába jártam, én is gyakorlatilag szegregált oktatásban részesültem nyelvterületen. Volt három csoport, kezdő, középhaladó, meg haladó. És nyilván én olyankor más diákokkal, más tanárokkal tanultam együtt, mert a haladó csoportban voltam, nyelvvizsgára készültünk, de a kezdők meg hát nyilván, akik számolni se tudtam meg bemutatkozni se, nem velünk voltak egy csoportban, hogy ne bukjanak ott meg, de én sem mentem a kezdőbe, hogy ott meg ne unatkozzak. Köszönjük. Jó. Bocsánat, csak tényleg a teremből és még szigorúan be kell tartani az időkeretet. Igyekszem hozzátartani magam. Köszönöm. Nagyon sok téma jött így fel. Hát egyrészt hatalmas különbségben mondjuk egy budapesti iskola, vagy mondjuk egy vidéki iskola között. Tehát, hogy mondjuk Budapesten nagyon nehezen találunk olyan iskolát, ahol lenne igény az iskolaőrre. Tehát, hogy ez most nem egy ilyen népi urbánus vitát szeretnék szítani, csak egyszerűen tényleg vannak különbségek így az iskolák között. És valószínűleg ugye ezek a rossz viselkedés minták, amiket a szülőktől is elnéznek a gyerekek, és ezért gondolják azt, hogy az erőszak bármilyen formája megoldást lehet egy konfliktus kezelésére. És egyébként az Adomdiák mozgalom nem tartja egy rossz ötletnek magát az iskolaőrség bevezetését. Tehát azzal, hogy önmagában nincsen semmiféle probléma, hogy jelen vannak olyan szakemberek, akiknek a képzésén egyébként lehet vitatkozni, mert egy viszonylag rövid képzésről beszélünk, ahol mondjuk tanulnak konfliktus kezelést, tanulnak egy minimális pedagógiát, de hogy alapvetően nincsenek mondjuk felkészülve az ilyen nagyon éles helyzetekre. Ugye alapvetően ők a BRFK-val kötnek egy szerződést, és fegyverük nincsen, viszont fenyítő eszközük van. Tehát, hogy gondolom gumibottal és gázsprével vannak felszerelve, és ugye nyilván vannak olyan esetek, ahol már az is elrendtető hatással bírhat, hogy mondjuk jelen van egy ilyen szakember. Tehát egy ilyen biztonságérzetet abszolút adhat ez. Viszont abban szerintem meg kell egyeznünk, hogy az iskola őrség bevezetése a magyar oktatási rendszer kudarcát jelenti. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy az iskolában nem tanulni mennek be a gyerekek, hanem túlélni. Tehát, hogy ez alapvetően nem egy normális helyzet, hogy a diákokat egymástól, illetve a tanárokat is a diákoktól védjük. Aztán nyilván lehet ezeket javítani, hogyha mondjuk, amint említettünk, inkább ilyen képességeket fejlesztünk, kooperációt fejlesztünk, ugye együttműködést, tehát hogy nagyon sok ilyen apróságon múlik ez az egész, hogy van-e szükség egyáltalán iskolaőrre. Igen, hogy a jelenlét is tudja csökkenteni akár az ilyen túlkapásokat, viszont a túlkapások nem mindig csak a diákok részéről vannak, hanem az iskolaőrök részéről is, és nagyon szeretnénk, hogyha a fizikai beavatkozás az utolsó lépés lenne. Tehát alapvetően, hogy a jelenlétével csökkenti a kockázatát annak, hogy bármiféle atrocitás érje a diákokat, a másik pedig, hogy inkább szóbeli figyelmeztetés, tehát a tetlegesség az mindig az utolsó lépés legyen, mert ez egy nagyon végső megoldás lehet csak. Tehát ugye a képzésükön lehetne fejleszteni, meg volt szó ugye szegregációról, mi az Andom Diák Mozgalomban az inkluzív oktatásban hiszünk, tehát ugye, amit például említettél is, hogy különböző képesség alapján vannak csoportosítva a diákok, ez alapvetően akkor működne, ugye jelenleg is van egy ilyen ugye szabadiskola választás van, hál' Istennek, tehát mindenki tud magának iskolát választani, a csoportbontás pedig akkor működik, hogyha van elég tanár, hogyha meg vannak fizetve, meg vannak becsülve, és akkor ezer számra özönlenek tanárnak a diákok majd később, hogyha esetleg ezt a pályát választják, és akkor lehet haladó angol csoport, meg lehet kezdő angol csoportot is csinálni, és akkor megvan ez. Még az a kérdés, hogy önkéntes, vagy pedig kötelező szegregációról van szó, mert értelemszerűen az első formája az elfogadható, utóbbi pedig egyáltalán nem. Köszönöm szépen. Köszönjük. Még reagálva, ugye most kettőtökre is kell reagálja harmadikként, tehát... Majd utána csomóra először mondd a saját véleményedet a kérdéssel kapcsolatban.
Tehát először is arra reagálnék, hogy igen, akarjuk, hogy a fiataloknak a jövője az megoldódjon, és hiszünk abban, hogy igen, ez 4 év alatt megoldható. Itt az, amit fontos elmondani, hogy pont azért alkottuk meg a programunkat, mert az elmúlt 30 év kormányai nem tudták a fiataloknak az életét jobbá tenni. Tehát, hogyha most mi 4 év alatt mondjuk nem sikerül megoldjuk, csak 8 év alatt tegyük fel, akkor is 30 éve volt az előző kormányoknak, és ez fontos kiemelni. Na most, rátérve akkor a véleményemre. Az iskolaőrség igen kell, de a Mi Hazánk mozgalom úgy véli, hogy fél megoldás az egész, és tulajdonképpen az iskolai erőszak az iskola falain túlról nagyrészt átkerült az iskola előtti buszmegállóba, vagy mellette lévő parkba, tehát tulajdonképpen nem sok értelme van, de a szándék az kell, az szükséges mindenképp. Most ugye feltetted azt a kérdést, hogy akkor majd, hogy félni, meg túlélni járnak be a diákok, most ez attól függetlenül van így, ugye pont azért jött létre az iskolaőrség, mert alapból félni járnak be, vagy félnek a diákok sok esetben, és erre megint csak akkor egy statisztikát hoznék, hogy az elmúlt egy hónapban 36%-a a diákoknak részt vett valamilyen verekedésben, csak az elmúlt egy hónapban, és ez országos statisztika, nem csak Észak-Kelet-Magyarország, és 51%-uk pedig valamilyen bántalmazás áldozata lett. Tehát ez lehet ugye verbális is, lehet internetes zaklatás, de hogy az iskolai erőszakról arról mindenképpen beszélgetni kell, a diákokat meg kell védeni. És hogy etnikai, vagy pedig magatartás, viselkedés alapján történik a szegregáció, itt először is akkor azt kell megnézni, hogy a cigánybűnözésre, hogy a fiatal korúak bűnözési statisztikáját, hogyha megnézzük, és megnézzük az iskolai erőszakra vonatkozó statisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy a többsége a bűneseteknek Észak-Kelet-Magyarországon történik. A többsége a bűneseteknek, ugye hozzánk egy példát, ugye a késelés például, vagy pedig a lopás, vagy pedig a drog, a Nyugat-Európában egyre inkább a nemi erőszak, ez a diákok között most már az elterjedt bűnözési forma. Na most, hogyha ezt megnézzük, és összehasonlítjuk nem csak a fiatalkorú bűnözőkkel, hanem a ugye nagykorú felnőtt bűnözőknek a statisztikáival, akkor egyértelműen kimutatható nem csak a tipikus bűnözési forma miatt, hanem a földrajzi elhelyezkedés miatt is az, hogy itthon a bűnesetek többségét cigányok követik el, míg Nyugat-Európában migránsok. És ez statisztikán alapuló tény, amit nem tudsz vitatni, vagy nyilván vitatni fogsz, de ez tény, ami ez van. Tehát ezt mindenképp el kellett mondani, mert pont ez az oka annak, hogy a szegregált oktatás az már természetes jelenség napjainkban, mind Nyugat-Európában, mind Magyarországon. A vidéki iskolákban, a cigány iskolákból, mert hogy többségében cigány iskolákból a szülők, hogyha tehetik, átviszik a nagyvárosba a gyerekeiket, mert nem akarnak, hogy oda járjon a diák. Most persze erre szokták azt mondani, hogy mert akkor ők gyűlölik a cigányokat, nem erről van szó, hanem nem akarják, hogy megfélemlítsék, meg megverjék a cigányok a fehér gyerekét. Tehát... Szerintem akkor kezdjük is a... Bocsánat, csomagy közben. Még egyetlen egy mondat akkor, hogy befejezzem a gondolatmenetet. Tehát a természetes szegregáció az már kialakult, a mesterséges szegregációra pedig úgy érezzük, hogy szükség van, és itt fontos tényleg azt elmondani, hogy nem etnikai alapon gondoljuk a mesterséges szegregációt, hanem magatartás alapján. Az már csak a cigányságnak a szégyene, hogy ez majdnem, hogy lefelé az etnikai szegregációt. Viszont válaszol megadom a szót. Reagálhatok? Köszönöm. Most egy picit előről indítva az egészet, hogy ugye az iskolaőrséget önmagában mi is egy tüneti kezelésnek tartjuk, és alapvetően erre sajnos szükség van, és nem tagadjuk a létfontosságát. Tehát, hogy nyilván erre van egy hosszú távú megoldás, amit egyelőre nem látunk, hogy ezzel nem bármit is tennének, de hogy kettőt párhuzamosan kéne működtetni, hogy ez majd megoldódjon ez a probléma. Ugye említetted, hogy milyen, vagy valamilyen verekedésbe keveredtek a diákok, ez majd érdekel, hogy valamilyen verekedés az egyébként mit akar, meg egyébként a zaklatásnál most egy úgy keletű jelenség a Covid zaklatás, szóval itt nem feltétlen ilyesmi, tehát hogy valaki Covidos volt, és akkor emiatt osztálytársak bulingolják, és ilyesmi. Viszont a lényegi részre rátérve, nem tudom, hogy tervezitek ezt a szegregált oktatást, de engem nagyon érdekel, hogy mondjuk negyedik osztálynál akkor majd lesz egy ilyen felmérés, és akkor megnézzük, hogy jól viselkedett, és akkor ez alapján szelektáljuk. Rendben, csak szeretnék kérdéseket feltenni, hogy picit jobban átlássam, hogy működik ez a szegregált oktatás, mert azt említetted, hogy nem faji alapon, nem rassz alapján, aminek nagyon örülök, mert így nem fordulhat olyasmi elő például, hogy van egy kiváló magaviseletű roma állampolgár, aki jó módban ér, és a
értelmiségi gyerekeket nevelnének. Így van. Ugye a természetes szegregáció az nyilván alakult át, hogy megvan, hogy ki milyen intézményben szeretne tanulni, és ez mind maga viselet, mind pedig későbbi ambíciók alapján is történhet. Szóval ez alapján mi nem látunk ebben semmi kivetnivalót. Most az, hogy ebbe bele kellene szólni, azt viszont nem tudjuk elfogadni. Tehát, hogy rossz magaviseletű diákok csak még rosszabbak lesznek, hogyha olyanokkal vannak összezárva, akik ugyanúgy mondjuk, nem tudom, elkövettek egyszer egy verekedést, vagy ne adj Isten, egyik gyerek elvette a másik gyereknek a maszkját, vagy nem tudom, ilyesmi, ezt azért ne nevezzük mondjuk rossz magaviseletnek. Szóval szerintem az ilyen rossz magaviseletű diákokat úgy lehet kikúrálni, hogyha folyamatosan látják a jó gyakorlatokat. Tehát, hogy mi tartunk mi helyes magaviseletnek, és aztán az iskola rendszerből kikerülve, hogyan tudnak majd a társadalomban is helytállni. Tehát, hogy ez a folyamatos egymáshoz való alkalmazkodás, egymás viselkedésének másolása, ez az, ami majd egy kiutat jelent ebből. Aztán nyilván mondjuk segítséget jelent, hogyha vannak iskolapszichológusok bent, akik tudnak a gyerekekről, gyerekekkel beszélni, mert csomószor az van, hogy például ugye otthonról hozzák ezeket a viselkedési mintákat, és mondjuk egy tanár se tud a szabad idejéből, a 160 nettó kezdő fizetéséből még időt és energiát szánni arra, hogy a lelki bajait megvitassa egy diáknak, viszont azzal, hogyha iskolapszichológushoz megy, mert mondjuk lenne annyi, mert mondjuk megbecsülnénk, mert mondjuk kapnának rendes fizetést, akkor tudnának segíteni a diákoknak. Most szeretnél erre válaszolni? Természetesen. Köszönöm. Tehát nagyon fontos, amit a végén mondtál, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha tanároknak megfelelő fizetése lesz, és a megbecsülésüket is visszanyerik, mind társadalmilag, mind az iskolában, ugye tekintély alapján, hiszen hogyha a tanárnak nincsen szava, akkor nem megoldható ez a neveltetés. Ugye a speciális oktatás feltétele és a szegregációra rátérve, tehát hogy válaszoljak a kérdésre, ezt viselkedés pszichológusok bevonásával. Tehát a rossz magaviselet alapján és a rossz tanulmányi átlag alapján a viselkedéspszichológus az meg tudja állapítani, hogy oda való az a diák a többihez, vagy pedig nem. És én nem gondolom azt úgy, hogy ha egy rossz magaviseletű diák, aki nem akar tanulni, az a többiek között lesz, akkor majd ő látja a jó példát, és elkezd majd akkor felfelé ívelni az iskolai karrierje. Itt pont, hogy az a tapasztalat, hogy ha összekerül egy jó magaviseletű diák és egy jó tanulmányi átlaggal rendelkező diák, egy rossz magaviseletűvel, tehát ilyen vegyes osztályok vannak, akkor ott az átlag is, meg a viselkedés is egy átlagos lesz. Tehát, hogyha van egy tisztességes szülő tisztességes gyerekkel, akkor én nem hiszem, hogy azt akarnák, hogy csak azért, hogy a mondjuk cigány gyerek az jobban tanuljon, meg jobban viselkedjen, csak azért az ő gyerekét lerontsák. Pont ezért szükséges szerintünk ezt a szegregációt mesterségesen megteremteni, és ott a speciális oktatás feltételeit, hogyha megszabjuk, ugye ezt kidolgozzák szaktanárok, ugye elsősorban tanárok, ez is fontos, hogy ne politikusok, hanem tanárok, és emellett ugye pont azért, mert ott bűnözésre hajlamosabb diákok vannak, ezért tanár segédek is részt vesznek az órán, akkor így a biztonságot és az oktatást is elő tudja segíteni ez a módszer szerintünk, de ehhez még szükséges tehát ez a speciális tanárképzés is, és tudjuk, hogy tanárhiány van jelenleg, tehát itt óriási problémák vannak, de mindezt hosszú távon el kell, hogy érjük, hogy eredményt tudjunk felmutatni, csak ez tényleg egy lépésről lépésre történő dolog. A lényeg, hogy a diákok védelemre szorulnak, és mi azt szeretnénk megvalósítani, hogy ez a szegregált oktatás mesterségesen megtörténjen. Az iskolaőrség az fél megoldás szerintünk, az nem jelenti a megoldását a problémának, viszont van még egy dolog, amit mindenképp fontosnak tartanánk, az pedig a kötelező önvédelmi oktatás a középiskolákban, de ez nagyon fontos, hogy csak azokban az iskolákban és osztályokban, amik normál keretek között működnek. Tehát a speciális osztályokban, ahova mesterséges módon történik ez a szegregáció, ott ne történjen önvédelmi oktatás egyáltalán, hiszen az a bűnözésben csak jobban elő fogja segíteni a diákokat. Hú, hát itt sok minden elhangzott, úgyhogy nem is tudom, hogy menjek egy reakcióban. Hát az iskola őr, hogy visszatartó ereje van, ha ott van. Ez egy illúzió. Nincs ilyen. Hát azért látjuk azt is, hogy a rendőrség sem tud a felnőtt bűnöző körében visszatartó erő lenni. Sokszor megjön az, hogy a rendőrök a kezemben vannak, meg nem tudom, ezek a hangzatos dolgok. A börtönkultúra, az erőszakkultúra ezekben a körökben az abszolút, az
az egy menő dolog. Tehát az, hogy a börtönbe bemész, ültél, felsőágyos vagy stb., ezekben a körökben ez menő. És ez nyilván úgy kezdődik, hogy fiatalok felnőnek, és akkor közben ezt tanulják. Tehát az, hogy iskolaőrt meglátják, ezek az ember gyerekek nem fognak megijedni ettől. Úgyhogy szerintem azért az iskolaőrnek nem csak diszfunkciót kell betölteni, hanem jó, nyilván nem kell agyafőbe vernie, nem is verheti a gyerekeket, de nem baj, hogyha szankcionálhat akár fizikai módon is valamilyen szintig. A szegregált oktatásról viszont hát elég sok vice versa érv itt elhangzott. Hát én is azt gondolom, hogy kompetenciás magatartás alapján lehet szegregálni, hát nem fog attól, hogy jó példákat lát valaki az iskolában egy kis ideig, ha lát jó példákat, ha hazamegy és csak a rosszat látja, az nem fogja megváltoztatni. Tehát ezek a gyerekekkel speciálisan kell foglalkozni, külön osztályban abszolút kell foglalkozni, szakembereknek kell velük foglalkozni, hogy ezt az erőszak és ezt a rossz kultúrát úgymond így szocializálják belőlük, amennyire ez megoldható, de hát nyilván ez nem működik ilyen egyszerűen, mint ahogy most így beszélünk erről, de én azt hiszem, hogy ez egy picit összetettebb megoldás kínál, mint az, hogy hát, ha meglátja, majd megijed tőle, hát nem szabad a jó példát lát, majd követni fogja, nem, ez szerintem a világon soha nem működött és nem is fog így működni. Még van 2 percünk, szóval nyugodtan. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy te nem ismered el akkor a tudománynak az eredményeit, mert hogy erre nagyon sok ilyen kutatás. Vagyok, szóval azért viszonylag van egyfajta tudomásom, hogy működnek ezek a bűnözői statisztikák. Hát a bűnözői statisztikát azt nem vitatom, hogy ismered. Én csupán arra szeretnék rávilágítani, hogy abszolút van egy ilyen tendencia, van egy ilyen folyamat, hogyha mondjuk 90%-a jó magaviseletű az osztályban, és ott van az a 10%, ami kevésbé, akkor nyilván asszimilálódni fognak. Tehát, hogy... Vagy úgy fogják zavarni az órát, hogy az a 90% se tudja normálisan tanulni, hát én értem át ilyet. Most arról kéne még beszélni, hogy minden rossz magaviseletű diák annyira rossz magaviseletű diák-e, mint amennyire beállítjátok. Nem a diák kínőről van szó nyilván, de aki mondjuk lop a többiektől, vagy berekszik velük, azért na, az nem diák. Ez pont az, amit viszont az iskolaőr a jelenlétével abszolút meg tud állítani. Tehát, hogyha látod, hogy mondjuk ki van írva, hogy térfigyelő kamerával megfigyelt közterület, akkor nem fogod ellopni. De te magadból és a normatív. Igen, mindenkinek élet célja börtönbe kerülni. Igen, van olyan kultúra, ahova börtönbe kerül, akik börtönbe kerülnek, azoknak ez egyfajta ilyen beavatás vagy presztízs. Nem vitatom, hogy van egy ilyen kis réteg, viszont unblock, akiket most megneveztetek, mint roma származású állampolgárokat, diákokat. Én nem neveztem. Nem csak cigányok vannak. Ezt elmondtam. Rendben. Nem etnikai alapon fogjuk ezt tenni, csak többsége a viselkedés alapján a cigányhez van. Azt hittem, hogy a statisztika is idevág, amit mondtál. Így van. Így rendben. Van. Mondtam is, hogy mint Nyugat-Európában migránsok többsége, itthon pedig a cigányok. A statisztika ezt igazolja. Egyébként a börtön se visszatartó, mert rengeteg a visszaeső. Tehát az hát pedig, az pedig viszont... egy kőkemény szankció. Tehát hogyha addig se szankcionálják őket, csak így hát látod azt, hogy jó példát a kövess, ez nem fog működni. Ez nem rendben, fog látom, hogy folytán van az időnk, viszont még egy fél mondatot talán annyit, hogy az akkor az viszont az egyetlen kiugrási lehetőségüket szeretnétek elvenni ezeknek a diákoknak, mert hogy ők... No. A szegregált oktatás nem jelenti azt, hogy ne tanuljon, csak azt, hogy másképp. Hát azért, mert eufemizmusokat használunk, attól még ugyanúgy azt jelenti, hogy nem minőségi oktatásban részesülnek, hanem egy speciális, különleges azért nem oktatásban. Minőségi, mert nem kap minőséget, azért nem minőségi, mert ő nem teszi bele magáit, hogy minőségi legyen. Itt a vita helyőbe szerintem evezünk inkább nyugodtabb vizekre. És menjünk is tovább a következő kérdéshez. Beszéljünk a diák önkormányzatokról. Meddig egészséges a diák önkormányzatok jogköre, és mikortól fordult az akár autokráciába? Mi az a határ, ameddig egy diák beleszólhat az oktatás alakításába? Akkor Fruzsina, kezdjük most veled. Erről itt az Adomdiák mozgalomban viszonylag sokat vitatkoztunk, mert a szervezetünk működését például úgy határoztuk meg, hogy túlterhelt diákok küzdenek azért, hogy a diákok kevésbé legyenek túlterheltek. Szóval az ilyen mozgalmak mindig kicsit döcögősen indulnak. De például a DÖK-nél, a diák önkormányzatnál, a diák tanácsnál rendszeresen tapasztaljuk, hogy nem feltétlen mindig a minőségi oktatásért képzés zajlik.
Tehát, hogy ilyen például, hogy nem lehet kikérni jegyzőkönyvet, nem lehet feltenni a kínos kérdéseket, nincs egy honlapjuk, ahol egyáltalán felelhetők, tehát, hogy eléggé elindult egy rossz irányba a diák önkormányzat jelenlegi működése. És az, hogy mennyire szólhatnak bele a diákok a saját oktatásukba, ugye nyilván mi vagyunk az a réteg, akik a bőrünkön tapasztaljuk, ugye a gyakorlatban érezzük azt, amit a jogszabályalkotók megtaláltak. Nyilván mondjuk versenysportolóknál is szokták mondani, hogy nem biztos, hogy ő fogja tudni a legjobban, hogy hogyan kell felállítani az edzéstervet, viszont ő tud egy reális visszajelzést adni, hogy ez nála ez működött-e, ez az edzésterv, vagy adott esetben nálunk a jelenlegi mondjuk NAT, vagy a jelenlegi tanrend, hogy 45 perc egy óra, ilyen kevés szünettel, 8-kor kezdünk, ami felborítja a bioritmusunkat középiskolában. Tehát, hogy ezekről mind tudunk visszajelzést adni, ami viszont egy tök jó féket jelent például a jogalkotóknál, és nekünk például ilyen volt a 12 pontunk, ahol megfogalmaztuk ezeket az alapköveket, hogy min kellene változtatni az oktatási rendszeren, hogy kevésbé érezzük túlterhelőnek, hogy kevésbé érezzük azt, hogy nekünk ez egy szenvedés, hogy ezt kell csinálni, hanem picit élhetőbb és alapvetően a tudás szeretetét átadó oktatási rendszerben tudjunk működni. Diák önkormányzatok működésénél, mint hogy diákokról, fiatalokról van szó, először is azt szeretném leszögezni, hogy Magyarországnak van egy alaptörvénye, ami nemzeti keresztény alapokon áll. Tehát a diák önkormányzatoknak bármilyen kezdeményezése, azt úgy hiszem, hogy ezt tiszteletben tartva, tehát a nemzeti keresztény értékrendet tiszteletben tartva tehetnek csak értékrendi vagy identitásbeli kezdeményezéseket. Most működési szempontból a diák önkormányzatokat döntéshozói szervnek nem lehet tekinteni, mert nem engedhetjük azt meg, hogy a diák önkormányzat a tanárok felé nőjön, de fontos hangsúlyozni, hogy attól, mert ez elsődlegesen egy véleményalkotó és információközlő szerv, rendkívül nagy szerepet játszik a diákok életének, közösségi életének alakulásában, és igen fontosnak tartjuk azt, hogyha az órákon, a tanulásban és bármilyen tapasztalatokat megosztanak a diákok a tanárokkal, tehát szükség van rá, nem jelentheti azt az, hogy ez egy véleményalkotó szerv, ez nem jelentheti azt, hogy akkor a tanároknak nem kell komolyan venni a diák önkormányzatokat. Pont, hogy azt ajánlanánk, így programszerűen is egyébként, hogy a tantestületekben olykor-olykor igenis az iskolának a diák önkormányzati vezetőjét azt hívják meg, és ott mondhassa el a véleményét, kérjék ki a tanárok a diákoknak a véleményét, mert csak a diák-tanár kapcsolat által tud jól működni egy oktatás. Úgy gondoljuk, hogy jobban megnyílnak a diákok is egymás felé, tehát ez emiatt is lehet segítség a pedagógusoknak. A kréta rendszerről is volt már itt szó a diák önkormányzat tekintetében. Kréta rendszernél szerintünk lehetne a kréta rendszer egyébként az a felület, ahol kapna a diák önkormányzat egy olyan felületet, ahol ez az információ áramlás jobban tudna működni. De emellett arra is gondoltunk, hogy ugye sok esetben, hivatalosan nem persze, de sok esetben a tanárok nevezik ki a diák önkormányzati jelölteket. És ennek ugye nem így kéne működnie. Tehát arra gondoltunk, hogy ha már létrejön egy ilyen online bázis, akkor szeptember első hetében, vagy valamikor ugye az iskola kezdésnél lehetne egy online szavazást ott tartani, és ezáltal ténylegesen a diákok juttatnák be a képviselőiket, és nem az történne, hogy fentről hoznak döntéseket. Tehát még arra a kérdésre, igen, hogy hogyan lehet autokrácia ebből az egészből. Hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy autokrata úgy lehet egy diák önkormányzat működése, hogy ott belevaló diákok vannak. Tehát ezzel nem feltétlenül van probléma. Sok esetben a tanár érzi úgy, hogy azért, mert a diáknak nincs meg az a szakmaisága, és mondjuk tényleg olyan adottságokkal van megáldva már ilyen fiatalon, hogy érdemi dolgokat mondhat, ezáltal a tanár kicsit úgy érzi, hogy már nagyon a feje felé akar nőni, de ez nem feltétlenül van így. Kicsit így fogalmazva jobboldaliként olyan, mint a középkorban, amikor a király ellen jogosan fel lehet lázadni, hogyha az a király ezt tényleg rosszul végzi a dolgát, akkor megteheti ezt a nép. Itt is a diákok megtehetik ezt, hogyha a tanárok nem tudják jól végezni a dolgokat, vagy éppen a tanárnak rossz az a maga viselete, amiről ugye az előző pontokban volt már szó. Köszönjük. Nehéz újat mondani, mert nagyjából egyetértek így minden állásponttal, hogy valóban a diákok, hát
ők vannak benne konkrétan az oktatásban, tehát nehogy már őket ne hallgassuk meg, az ő véleményükre ne adjunk. Ugyanakkor egész egyszerűen a korukból fakadóan, ahogy mondtad, ugye Magyarországnak van egy alaptörvénye. Plusz hát azért nyilván az intézményi vezetésnek is vannak sajátosságai, tehát akik mondjuk 16 évesen egy ilyen önkormányzatnak a részei, azok egész egyszerűen nem rendelkeztetnek azzal a tapasztalattal, hogy akár az országgyűlésre nyomást gyakoroljon, akár az intézmény vezetőkre egy olyan nyomást gyakoroljon, amit mindenképpen el kell fogadni. Ennek leginkább csak egy ilyen véleménynyilvánító népszavazási kezdeményezése lehet, hogy tegyetek persze panaszt, hogyha valami nem tetszik, de említetted ezt az adó mozgalmat, hogy nem lehet, hogy 9-től kezdődjenek az órák, ne 8-tól. Ez szerintem tipikusan olyan dolog, hogy ezt nem dönteti el egy csoport, hanem itt akkor legyen egy diák népszavazás, teszem azt, de ezt akár még szerintem intézményekre le lehetne bontani. Az önkormányzat eleve egy helyi dolog, egy decentralizált dolog, hogy az minden településen az adott dologkal foglalkozik. A diák önkormányzat is egy adott intézményben, hogyha ezt a témát mondjuk feldobja, és akkor mondjuk a krétában van egy ilyen szavazás, mindenki egyszer szavazhat, és az jön ki, mondjuk, hogy többségében nem akarják ott, hogy 8-kor kezdődjön az óra, akkor ne kezdődjön 8-kor. De hogyha ez nem mindenkit zavar, mert van, aki mondjuk többet akar délután, nem tudom, edzése van, vagy csak szimplán barátéval lenni, akkor rájuk csak így ne kényszerítse egy kisebbség, hogy márpedig 9-től lesz az óra, mert nekünk ez így tetszik. Úgyhogy onnantól kezdve ez autokrácia, hogy ez így van, hogy nem hallgatjuk meg, csak egy kisebbséget hallgatunk meg, akik azt mondják, hogy mi mindenkit képviselünk, hát ezt jól ismerjük, de valójában ugye mégsem. Úgyhogy kicsit így ötvözném, hogy hát véleménynyilvánító népszavazás, kb. Így tudnám ezt az önkormányzatot jól összefoglalni, hogy így lenne értelme, krétában szavazzon minden intézmény diákja, de ne legyenek ilyen központosított dolgok, hogy valahol kitalálták, hogy mondjuk kezdődjön később, vagy bármilyen szabályt hozunk, akkor az mindenkire általános érvényű legyen. Köszönjük. Egyébként nagyon jó, hogy ezt így mondtad, mert egyébként mi is hasonlóképpen képzeljük el. Tehát ugye a 9 órás iskola kezdés az ugye intézményenként változna, és ugyanúgy, ahogy mondtad, ugye a DÖK tudja kezdeményezni, aztán nyilván majd a diákságtól függ, hogy ezt mennyire támogatják meg. Például amikor 2010-ben ugye a Fidesz kormányra került, akkor már 11-ben rögtön jött egy köznevelési törvény, ahol szabályozva lett, hogy a DÖK-nek az iskolákban nem vétó, hanem véleményezési joga van. Ez azt jelenti, hogy ha bármiféle, nem tudom, programot szeretnének szervezni, vagy az iskolával bármiféle jelentősebb döntést meghozni, akkor ezt idáig a DÖK az vétózni tudta. Viszont jelenleg már csak véleményezni tudják, ami azért egy nagy visszaesés így a DÖK szempontjából. Hát visszaesés, ez szerintem hát, nem jó kifejezés. Hát bocsánat, csak... Hát a demokrácia az nem úgy működik, hogy csak az jó, amit én gondolok, hanem amit a többség gondol. Igen, de pont ezt mondom, hogy a DÖK nem tudta a többségi álláspontot, akár az iskola vezetőségének a... Jó, de hát az, hogy nem tud egyértelműen megvétózni valamit, tehát hogy, mint mondtam, nem lehet olyan szakmai tapasztalata, ami akár az alkotmányozásra, akár az intézmény vezetésre vonatkozik. Abban nincs is beleszólási joga, viszont abban, hogy mikor kezdődik a az intézmény vezetési dolog. Ez a te bioritmusodról szól. Tehát, hogy alapvetően tínédzser korban megváltozik ez, hát, emiatt csak el a depresszió, az elhízás és a motiválatlanság, amennyiben később kezdődnek az órák. Tehát, hogy... Jó, de honnan tudod, hogy nem azért egy depressziós, mert délután kevesebb időm van, és akkor nem tudok mondjuk barátaimmal találkozni. Ideális esetben ez egy hatalmas tananyag mennyiség csökkenéssel járna. Tehát, hogy az a sok-sok lexikális tudás, amit jelenleg kidolgozott között még megjegyzel, utána elfelejted, az, hogyha mind-mind kiesne, vagy csak egyszerűsödne, zanzásítva lenne, vagy más perspektívából közelítenék meg az egészet, akkor ez kevesebb órát lenne. Vagy akár a mindennapos tesit is említhetném egyik példának, de tudom, hogy akkor ebben nem fogunk teljesen egyetérteni. A mindennapos tesit, hogy nem jó, hogy van? Nem feltétlenül tartom előnyösnek, megtartjuk előnyösnek a szervezetben. Én sem teljesen egyébként, mert sok időt elvisz, és nem biztos, hogy mindenkinek a sport az élete, ezzel egyetértek, de... Igen. És a netfit felmérésekből ki is derül, hogy nem is hatékony. Tehát, hogy... Hát úgy, hogy tornatermek sincsenek, meg stb. Hát az aulában futkorászni nem is lesz hatékony, igen. Még egy, tényleg csak egy fél gondolat, hogy alapvetően az adomban mi a demokráciára nevelés, az nagyon hasznos dolognak tartjuk. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ne homokádárikuszok szavazzanak minden választáskort, hanem a fiatal generáció is merje képviselni a hangját, akkor a fiatalokat is arra kell nevelni, hogy merjeik hallatni a hangukat, és akár a DÖK-ben tudjanak szerveződni, és aztán később értelmes választást tudjanak hozni. Olyan, ami az ország jövőjét szolgálja.
Sok mindenről beszéltetek, sok minden egyet is tudok érteni. A vétójoggal kapcsolatban ott azt fontos szerintem leszögezni, hogyha szakmai kérdésről van szó, tehát a tantervről és olyan dolgokról, amihez tényleg már egyetemi végzettség szükséges, akkor olyan kérdésekben a diák önkormányzatnak ne legyen vétójoga, de hogyha tényleg az iskolában a közösségi életet alakító kérdésekről, akkor erről már tudunk beszélgetni. A szakmairól viszont ugye egyértelmű, hogy miért véleményezem így. A mindennapi testnevelést, ha már felhozod, akkor erre is reagálnék. Ugye itt szó esett már a kötelező önvédelmi oktatásról, tehát nyilván ez nem egy plusz óra lenne, hanem a mindennapi testnevelés órákban lenne beépítve, mert olyan formában valóban nincs értelme a testnevelésnek, hogyha ott nem folyik érdemi testnevelés, és az önvédelmi oktatás pedig, most mondtátok, ugye érveltél úgy, hogy nem mindenki a sportban fogja elképzelni a jövőjét, de most az önvédelmi oktatás az pont egy olyan dolog, ami kívánom, hogy soha senkinek ne kelljen, de bármikor, hogyha egy helyzet úgy adódik, akkor jó, hogyha már ennek a tudásnak a birtokában van a fiatal. Tehát ezt mindenképp javasoljuk az órarenden belül, tehát nem plusz óraként. És még egy dologra kell reagáljak, az pedig a demokráciára történő nevelés. Én pont, hogy úgy érzem, és egyetemi tapasztalataim is pont ezt mutatják, hogy ugye én politológus diplomát szereztem, tehát a politológusok, a történészek és a bölcsész karon, ugye, akik sok esetben, ugye filozófusok is foglalkoznak a demokráciával, autokráciával, sok esetben a mai világban csak a demokrácia szemszögéből vizsgálják a dolgokat. Én nem gondolom azt, hogy csak a demokrácia jó, az sem, hogy csak az autokrácia. Én pont, hogy azt szeretném, hogyha a magyar tudományos életben, és így a fiataloknál is, mind a kettőről ugyanolyan szó esne, és mind a kettő szemszögéből tudnánk látni a világot. Tehát ezt én így szemellenzőn keresztül gondolom, hogy nézitek, hogy csak demokrácia, a másik is lehet ugyanolyan jó, ez tényleg hát geopolitikai elhelyezkedés, földrajzi elhelyezkedés, sok minden közre játszik ebben, hogy hol mi a működő képes. A demokrácia sem lehet egy országban örökkévaló, ahogy egy autokrata rendszer is, így mindenre fel kell készülni. És nem csak a politikai életben lehet egyébként demokrata vagy autokrata döntést hozni, hanem a magánéletben is. Tehát ezt így szükségesnek tartom, hogy mindkettőről lesen szó. Köszönjük. Még van pár percünk, és én azt gondolom, hogy csomó most érdekes témákat feszegetett, hogyha esetleg szeretnétek erre reflektálni. Nekem kicsit, én bocsánat, csak nagyon bizarr típus vagyok, és elképzeltem, hogy ott így foci után boxolunk egyet meg ilyenek, úgyhogy leragadtam ott, de hát érdekes, igen. Szakkör formájában abszolút tudjuk támogatni például a hogy nem feltétlenül mondjuk testnevelés tananyagba beépíteni, hanem mondjuk akár, hogyha egy iskola úgy dönt akar a DÖK által, hogy szeretnének szervezni egy ilyesmi szakkört. Ilyesmi kezdeményezés nálunk is volt egyébként, tehát hogy egy ilyesmit megszervezni, mert van, ahol igény van rá, van, aki ez iránt érdeklődik, utána mennek tovább esetleg küzdősportra, tehát hogy nagyon sok irány van nyugodtan. Közbe kell vágjak, hogy ez nem arról szól, hogy van rá igény. Hogyha az utcán megtámadnak, akkor az nem arról szól, hogy van rá igény, ha megtámadnak, akkor jó, ha van egy tudás a birtokodban. Tehát érted, ez egy olyan alaptudás, meg egy olyan alap dolog, ami azt hiszem, hogy a magyar nyelvtan vagy a matematika, ez ugyanolyan jó. Sajnos a mai világban a rendőrség vagy az iskola nem tudja megvédeni a diákokat. Tennünk kell azért persze, hogy jól működjön, meg legyen a közbiztonság, mivel nincs meg, azért a diákoknak fel kell erre készülni. De nem biztos, hogy ez fog kihozni egyes emberekből agressziót? Most már átveszem azért, ne te adogasd. Nem. Ezért mondtam, hogy a speciális iskolákban ott nem lenne, mert ott vannak a bűnözésre hajlamosabb diákok. Tom és Jerry ellen is felszólaltak, hogy erőszakra nevel, mert ott jó, ez jó. Kalapát se ütik egymás, sok meg ilyesmi, van a szóval. Világban, de erről én már nem tehetek. Viszont nem hiszem, hogy tehát, hogy önmagában az, hogyha mondjuk adsz egy ilyen eszközt az ember kezébe, hogy akkor ő most megvédheti magát, ez nyilván elsülhet úgy, hogy akkor neki már van egy ilyen eszköz, akkor ezt kipróbálja, de nyilván én küzdősportot, amit tudom, hogy az első az, hogy ezt minél később szeretnéd használni. Tehát, hogy alapvetően el szeretnénk kerülni ezeket a szituációkat, és csak legesleg végső esetben használjuk. Ugye nyilván egy ideális világban erre se lenne szükség, ahol semmiféle atrocitás nem érhet.
Fejemben igen. Egyedül ott? Igen. Igen. Ja igen, demokrácia, illetve autokrácia. Most attól függ, hogy kinek az értelmezését nézzük erről, tehát hogyha mondjuk nem tudom, Machiavellit szeretnénk behozni, akkor annak a függvénye, hogy milyen nagy kiterjedésű az országod, és mekkora lélek számára, attól függ, hogy milyen kézben kell, hogy összpontosuljon a hatalom. Igen, tehát hogy rengeteg megfejtés van erre, viszont szerintem mivel már csodálatos módon ki tudtok magunknak harcolni egy rendszerváltozással a demokráciát, így szerintem tartsuk meg ezt a becses kincset, és aztán, hogyha az emberek úgy szeretnék, akkor vagy meg tudnak szavazni egy diktatúrikus pártot, és ismét vissza tud térni, hogyha gondoljátok. Akkor pont, hogy ez a politikai körforgásdiagram, hogy előbb-utóbb a demokrácia az megszűnik létezni, egy anarchikus állapotból pedig felkerül az autokrata vezető, tehát ez időtállóan jön. De lehet, hogy majd tovább kéne mennünk a következő kérdésre. Lehetséges. Igazából még 3 percünk van, szóval én erről nagyon szívesen beszélnék. Hát én inkább az oktatáspolitikáról. Abszolút visszatérnék. Hogy mondjuk a diákság körében, tényleg ez az autokrácia, meddig mehet el? Hogy engem ez érdekelne, hogy ezt esetleg jobban ki tudnátok fejteni? Hát szerintem nyomást nem gyakorolhat sem az országgyűlés, sem az intézményvezetés felé. Az nem lehet, hogy egy diák önkormányzat, egy kis diák csoport kitalál valamit, és akkor az van. Mert ez az autokrácia. És jó, ha mondjuk a választott képviselőket is ugye megválasztjuk, tehát hogy ők képviselnek minket, és akkor a döntést a kezükbe adjuk. Tehát nyilván diák önkormányzatnál is ez meg lehet, de az a baj, hogy egy diák az ő szemszögéből tudja csak nézni a dolgokat, mert egyszerűen abban él, más még nem tapasztalt, és emiatt szerintem nagyon szakmai döntéseket, amit mondtál, ezért egyszerűen nem szabad rájuk bízni, mert nincs gyakorlatuk, nem tudják átlátni a dolgokat. Mondjuk például mennyire szólhatnak bele a diákok mondjuk a nemzeti alaptantervnek a tanításába. Szóval ugye pont, hogy a Független Diák Parlament is tette erről említést, hogy én azért mondjuk, vagy fontos-e például, hogy minden iskola betartsa ezt a nemzeti alaptantervet? Mennyire szólhatnak ebből a diákok? Esetleg egy perc erejéig? Egyébként attól, hogy autokrácia fog kialakulni a diákság körében, szerintem annyira nem kell tartani. Tehát, hogy az az alaptapasztalatunk például, hogy a diákok nem is tudják, hogy mennyi joguk van, és ezekkel nem is élnek. Szóval mondjuk kimerül egy sulibuli, vagy egy tökfaragás szervezésében a dök működése, tehát, hogy nem feltétlenül fajulnak autokrata intézkedésig ezek a dolgok. Az, hogy mennyire szólhatnak bele a diákok például ilyen nemzeti alaptanterbe, ugye értelemszerűen ők csak ugye tapasztalják ezt az egészet, szóval nem feltétlen van szakmai képesítésük arról, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik. Viszont szerintem annak van létjogosultsága, hogy becsatlakoznak olyan szakmai szervezetek kiállásába, akik mondjuk alá tudják támasztani szakmai érvekkel azt a tapasztalati tényt, amit ők megélnek. És arra a kérdésre, hogy mennyire kell magunkat tartani a nemzeti alaptantervhez. Szerintem érdemes olyan törvényeket hozni, érdemes olyan kezdeményezéseket bevezetni, amikhez érdemes magunkat tartani. Tehát, hogyha meg nem kell ehhez magunkat tartani, akkor minek vezetnénk be? Tehát, hogy ha már van egy nemzeti alaptantervünk, akkor az viszont tényleg ne vegyen a 21. század kihívásaira, és akkor tartsák magukat hozzá a tanárok is. Köszönöm, akkor szerintem ez jó is volt végszónak. Tartsunk egy 10 perces szünetet, és utána mehetünk tovább a 4. kérdéssel. Akkor kezdjük a következő kérdéssel. Itt a folyosón előjött az LMBTQ téma, és a következő kérdés ezzel kapcsolatos, amit föl is olvasnék. Nagy port kavart a kormány azon intézkedése, amely szerint az LMBTQ törekvéseknek szabnak gátat a közoktatásban. Tényleg fontos, hogy a diákok iskolai keretek között ismerkedjenek meg a szexualitások sokszínűségével? Jó vagy rossz lépés volt-e ez a kormánytól? Ki szeretné ezt kezdeni? Melyikőtök? Vili, akkor te kezded. Jó. Egy kérdést szeretnék feltenni itt a hozzátok. Ezt jól megmondtam. Ki az, aki szereti Batmant? Sokan vagytok. Jó. Hát értem szerint többiek gondolom nem szeretik. Na, mit szóltok ahhoz, hogyha akik szeretik, azok átmennek azokhoz, akik nem szeretik, viszünk filmeket, meg nem tudom, képregényeket, játékokat, és akkor elkezdjük nektek mutogatni, hogy nézd, itt nyomoz, itt nem tudom, itt ezzel harcol, stb. És akkor így megismertetnénk vele titeket.
furán néztek rám, de jó, tehát, hogy így, hogy is mondjam, tehát melyik az a szervezet, ami úgy szoktad csinálni, hogy nem baj, ha nem érdekel, szóval nem érdeklődsz irántuk, akkor is neked arról tudni kell. Hát ez a párbetűs szervezet, amiről itt az előbb szó volt, úgy gondolom az LMBTQ közösség vagy lobby, az gyakorlatilag folyamatosan azt csinálja, hogy őt nem kell meghívni, ők mennek. Na most a közoktatás az egy olyan intézmény, ahol szerintem egyáltalán ennek nincs helye. Az, hogy kinek milyen a szexuális orientációja, az egy magánügy. Én el tudom fogadni, hogy vannak meleg emberek, én keresztény ember vagyok, de rendben van, vannak melegek, vannak biszexuális emberek, stb. De azért azt lássuk be, hogy ez a megismertetés, ez miért fontos? Kinek fontos? Nekik fontos. Az, akit ez nem érdekel, annak miért kell kötelezően ezzel foglalkoznia? És ugye csaltam, elolvastam az adomnak ezt a 12 pontját, amiben ez így benne is van, hogy vegyük be az oktatásba, hogy megismertessük az emberekkel. Ha nem tesszük, mi történik? Most mindenki gondolkodik rajta egy kicsit. Nekem az az érzésem, hogy ezt bevinni, ez burkoltan az, hogy vigyük be ezt a gender studies-t a közoktatásba, ami a világ legnagyobb áltudománya. Tehát olyan, hogy gender studies az nincs, az kitalálták, mint a Harry Pottert. Múltkor láttam az Instagram egy képet, egy srác volt rajta, egy tükör előtt, és fel volt tapasztva egy szárnyos betét a tükörre, és alá volt írva valami piros festékkel, vagy vére, nem tudom, hogy a egyes férfiak is menstruálnak. Nem menstruálnak a férfiak, ilyen nincs. És a gender studies, meg általában az LMBTQ lobby, az már régen nem az elfogadásról szól, hanem arról, hogy a valóságot megtagadjuk. És ezért ez a valóság megtagadás, ez szerintem nem várható el mindenkitől. Az, aki szeretne érdeklődni az LMBTQ közösség iránt, vagy meleg közösségekben járni, annak ma erre rengeteg lehetősége van. Vidéken is, Budapesten is vannak meleg társkeresők, Facebookon ilyen csoportok, vannak meleg szórakozóhelyek, stb. Meg tudja oldani, hogy ezzel a közösségi elő megtalálja a kontaktot. De az, aki ezzel nem akar találkozni, mint például én, mint keresztény ember, engem nem érdekel a 90 gender, elfogadom őket, hogy vannak. Nem szoktam soha ellentüntetésre menni, tojással dobálózni, stb. Egyébként a Pride Fesztiválon szokták a kereszténységet gyalázni, de ez egy más történet. De az, akit ez nem érdekel, arra ne tukmáljuk rá. És az LMBTQ lobby ez folyamatosan azt teszi, hogy nem hívják meg, berúgja az ajtót, és akkor tessék, most ez van, most transzfajú, most őszikének hiszi magát, most nem tudom, mi az éppen trend, mindig ezt kibővítik, és egyre jobban kibővítik, és szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy egyes emberek nem képesek önmagukat elfogadni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hogyha már belementünk ilyen hasonlatba, akkor én ezt egy picit tovább vinném. Ugye nem az a kérdés alapvetően, hogy szeretnénk-e Batmanról beszélni, hanem hogy az iskolában beszélünk-e a DC univerzumról, mert hogy ezek szerint beszélünk, tehát hogy alapvetően szexuális felvilágosítás az van. Az a kérdés, hogy mely részekre térünk ki. Mert az a tapasztalat, hogy inkább preventív jelleggel, mint a drogprevenció van a szexuális felvilágosítás. Tehát, hogy rengeteg tabu téma marad bent, és nem is beszélnek ezekről. És én megkérdőjelezném azt, hogy nincs erre érdeklődés. Mert ugye most tök jó volt ez a kis felmérés, hogy ki az, aki Batman fan, ki az, aki nem szeretne Batmanről hallani, de ott alapvetően nem is tudod, hogy téged érdekel ez a téma, mert mondjuk nem fedezted fel a saját melegséged, vagy tehát hogyha nem hallasz erről, akkor például rengeteg frusztrált diákot kapunk. Tehát aki mondjuk adott esetben meleg, de nem találkozott még ezzel, az azt fogja érezni, hogy ő más, mint a többiek, hogy vele valami probléma van, hogy őt nem fogadják el a többiek, és ezzel nincs kivel beszélni erről. És azzal, hogyha elkezdünk iskolában is erről beszélni, egyébként a 12 pontunkban az van, hogyha a szülői munkaközösség úgy dönt, hogy ők szeretnének erről iskolában beszélni, akkor pont ez a felmérés, amit te csináltál, ez meg fog történni, mert mondjuk a szülők úgy gondolják, hogy érdemes másról is hallani, még akkor is, hogyha ez adott esetben nem érdekli őket, de kit érdekel a második, vagy másodfokú egyenlet megoldó képlete, Jézusom, hideg van. De hogy ott se arról van szó, hogy ez érdekel téged, hanem jó erről tudni, hogy ne diszkrimináljunk másokat, hogy ne indokolatlan gyűlölettel forduljunk a felé, aki más valamiben
egy alapvetően egy olyan dologról, amiről te nem is fogsz értesülni. Tehát, hogy az, hogyha valaki meleg, és te nem, és nem jön oda hozzád, hogy szia, meleg vagyok, akkor, akkor te erről nem fogsz tudni, viszont hogyha az iskolában elmondják, hogy egyébként van melegség, akkor te nem leszel ettől meleg, gondolom. És a gyakorlat is ezt mutatja, hogy ugyan formálódik a szexualitásunk a különböző médiatartalmakkal, amit fogyasztunk, ezt kár letagadni, viszont alapvetően az, hogyha valaki a saját neméhez vonzódik, vagy esetleg mindkét nemhez vonzódik, vagy személyiségtől függően vonzódik valakihez, az nem jelenti azt, hogy ő rosszabb ember, hanem más társadalmakban ugye már a melegházasság is lehetséges, és akár örökbe is tudnak fogadni gyerekeket, tehát hogy akár még jobboldali szemszögből is egy hasznos tagjai tudnak lenni a társadalomnak, mert ugyanúgy gyarapítják a nemzetet, nem hagyják a árvaházban azokat a gyerekeket, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy heteropárok szokták lenni, házasodnak és gyermeket tudnak így ezáltal vállalni. Ugye a másik, hogy azzal, hogyha viszont megfosztjuk az adott esetben meleg diákokat ettől a felvilágosítástól, az viszont depresszióhoz vezethet, rengeteg frusztrációhoz, nagyon gyakori az öngyilkosság is ilyen körökben, mert csak azt érzi, hogy motoszkál benne valami, amit nem tud megfogalmazni. Ugye tök jó, hogy említetted a Pride-ot, ott is volt egy felszólaló, aki például mondta, hogy ő nagyon idős korában jött rá arra, hogy ő transznemű, tehát hogy rossz testbe született, és neki ez egy felismerés lehetett volna akár egy ilyen felvilágosító órán, hogy ez egy létező jelenség, mert aki szava se volt erről, vagy erre, hanem interneten kellett keresgélni, és ez az utolsó tartalom, amit előjön, hogyha elkezdesz ilyeneket keresni. Tehát, hogy alapvetően az iskola pont egy olyan keret lenne, ahol mi tudjuk szabályozni, hogy mennyi információt adunk át a diákoknak erről, és mi az, amiről még érdemes beszélni, mi az, amit aztán majd deríts ki magadnak, de alapvetően az, hogy tudjunk a védekezésről, a saját szexualitásunkról és egyéb dolgokról, az mind-mind ott dől el, és ettől függ, hogy valakinek milyen közérzete lesz, milyen mentális egészsége lesz, és ettől függ, hogy később hogyan fog tudni funkcionálni ebben a társadalomban. Köszönjük szépen. Csongor. Az iskolában lévő szexualitástól már kicsit kitérve volt itt szó elég sok mindenről. Itt elsődlegesen most ugye az álláspontomat kéne elmondani, de muszáj reagáljak ezekre. Tehát ugye az első szó, ami megragadt, hogy ma már burkoltan, ugye a gender studies megy az iskolákba, óvodákba, tehát ez nem burkoltan, ugye az ENSZ-nek és az EU-nak vannak olyan előírásai, hogy már 4-6 éves korban a diákoknak meg kell ismerni azt, hogy mit jelent azt, hogy társadalmi, biológiai nem. Ez egy nemzetközi előírás, amit rá akarnak kényszeríteni, erősíteni ugye a nemzetállamokra. Tehát ez már nem burkolt cél, ez egy előírt cél. Hát jó, azt is mondtad, hogy elfogadom a gender studies-nak az alanyait, hát én nem fogadom el, mert ugye, hogyha nem az orientációkról beszélünk, hanem ugye a nem identitásról, akkor nem létezik 100 meg 100, létezik a férfi, a nő, nem kevesebb, nem több. Most érnék át akkor rád. Ugye azt mondtad, hogy a tabu témák vannak a szexuális felvilágosításnál. Én örülnék annak, hogyha tabu témák lennének olyan tekintetben, hogyha heteroszexualitásról, mint normalitásról beszélnének a szexuális felvilágosításnál, és a többit pedig, hogyha említik, akkor ne egyenlő értéküként és egészségesként, hanem mint kerülendőként említenék az iskolákban. Tehát nekem ez a véleményem, és kész. Hogyha a szülő dönt arról, akkor lehet, ugye, ilyen oktatás, olyan oktatás, ezt is mondtad. Valóban fontos, hogy megkérdezzék a szülőket, mert sok esetben azt látjuk, hogy a pedagógusok, vagy több esetben ugye az igazgató dönt úgy a szülő megkérdezés nélkül, hogy behívja az LMBTQ szervezeteket érzékenyíteni. Ez egy helytelen történet, de hát hogyha a szülők döntenek úgy, hogy jöjjön valaki transzneműként olvasni mesét a gyerekeknek, az még ugyanúgy egy helytelen döntés. Tehát itt nem arról van szó, hogy a szülő dönti el, vagy a tanár dönti el, vagy az igazgató, ez ugyanúgy helytelen, hogyha megtörténik az LMBTQ propaganda az iskolákban, oldalakban. Na és hogy rátérjünk akkor a törvényre, ugye, a magyarországi törvényre.
meg kell nézni a célját és a létjogosultságát, úgy gondolom. A célja az egy nemes dolog, mert a gyermekeket védeni, de maga a törvény nem birtokol a szankciót, tehát úgy, mint az iskolaőrség, hát mondjuk, hogyha az iskolaőrség volt egy félmegoldás, akkor ez a törvény ez még annyi se, mert hogyha bárki bármilyen ilyen tevékenységet elkövet, akkor rendőrségi dokumentummal igazolható, mert a Mi Hazánk már tett feljelentés, hogy a rendőrség nem tud mit csinálni, mert egyszerűen nincsen szankció a törvény mögött. Tehát jó lenne, csak nincs semmi. Ez egy álnemzeti, áljobboldali politika megint csak a Fidesztől. Létjogosultsága. Tehát, hogy létjogosultsága van-e? Igen, van, de itt akkor azt érdemes még megvitatni, hogyha kicsit elrugaszkodunk a témától, ugye, hogy ugye mindig felszokott jönni születéssel járó, vagy pedig szocializáció következménye, melyiknek van nagyobb szerepe. Ez nagy vita, nyilván tudnék hozni én is érveket, ti is érveket, statisztikákat. Fontosnak tartom elmondani, hogy nem csak 45 előttről tudnék hozni statisztikákat és kutatásokat, hanem a 68-as szexuális forradalom után is. Tehát még ma is vannak azért normálisan gondolkodó emberek, akiknek nem ment el az esze. Köszönjük, Csongor. Folytatom. Szerintem vitassuk meg ezeket a felhangzottakat. Jó. Nyugodtan, ha nem Én egy picit arra kitérnék, hogy ez káros-e. Tehát, hogy alapvetően, ha jól értem, meg lett a melegség nevezve, mint egy mentális betegség? Tehát, abszolút. Vagy... Abszolút. Igen. Rendben. Csak mert már, ha jól tudom és jól értesülök, akkor a tudomány ezt már meghaladta, ezt az álláspontot. Nem haladta még. Közbe kell szóljak, mert akkor rosszul vagy informálva. 73-ban volt erre egy szavazás Amerikában, amikor tényleg elismerték, hogy nem mentális betegség. 76-ban és azután 10 évente a homoszexualitásról ugyanazt a kutatótársaságot, aki ezt megszavazta, kérdezték, hogy most mi a véleménye. Már 76-ban, tehát 3 év elteltével nagyon sokan azt mondták, hogy hát politikai nyomásgyakorlás következtében igen, ezt szavaztuk meg, de egyébként nem ez a helyzet. És 2000-es években, tehát napjainkban, ugye mert most is élnek azok a kutató professzorok, már azt mondják, hogy a heteroszexualitás a normális, és igen, vannak ilyenek, amikről beszélgetni kell, ugye szexuális orientációk, meg hasonlók, de egyébként nem, ez egy mentális betegség, ami gyógyítható, és nagyon sokan, akik azt mondják, hogy ez nem igaz, azok nincsenek tájékozódva a témában. Persze most mondhatjátok, hogy azért mondom ezt, mert én nem vagyok homoszexuális, vagy bármi egyéb, de nem, ez nem így van. Azok, akik végeztek ugye átnevelést, ugye gyógyítást, azoknak a kutatásoknak a többségében megállapítható, hogy nagyon-nagyon nehéz folyamat, igen, mert aki homoszexuális, vagy bármilyen más nemi orientációval rendelkezik, annak ugye van egy vonzódása, nem heteroszexuális, tehát nem férfi felé, nem nő felé, nem nő felé. Fordítva, bocsánat. Na, a lényeg az, hogyha ellen tud állni az adott nem heteroszexuális személy ennek a vonzalmának, és végig csinálja azt a folyamatot, amit az adott orvos, aki ezzel foglalkozik, azt javasolja, akkor akik végigcsinálták, azoknak megtörtént az, hogy visszatértek a heteroszexuális irányzathoz. Meg hát ugye attól, mert valaki homoszexuális, nem muszáj ezt a tevékenységét folytatnia is. Ez a kereszténység álláspontja is. Igen, hanem házasodjon meg, és aztán majd titkosan csinálja ezt. Nem. Tehát, hogy... Mi az, hogy házasodik? A heteroszexuális ember az viszont, házasodhat, viszont de homoszexuális ne haragudj, ember nem, mert elragadja a kereszténységtől a házasságot. Ne haragudj, csak a gondolatmenetemet, ne haragudj, hogy picit provokatív volt ez a megszólalás. És egyébként olyan szinten viszont van szerintem egy közös pont, hogyha azt mondjuk, hogy a normalitás az a többséget jelenti, és így használjátok ezt a szót, mint hogy normális, akkor, tehát, hogy ez a norma, amit a legtöbb ember... Jaj, akkor... Rendben, hát... Ez ugyanolyan, mint hogy demokraták vagyunk, vagy tegyük fel, én nem. Demokraták vagyunk, akkor megszavazzuk azt, hogy akkor ez a normális, ez nem így működik. Nem a többség dönt. A demokrácia se erről szól, hogy akkor majd a többség az mindenki igazságos. Arról van szó, hogyha te azt mondod, hogy ez egy betegség, akkor ezt kezelni kell, akkor majd... Egyébként bebizonyosodtak, hogy ezek a kezelések nem hatásosak, tehát, hogy rengeteg a visszaeső... Nem, azok bizonyosodtak. Ne haragudj, egy fél... beszeretném fejezni, és majd aztán átadom a mikrofont. Tehát, hogy alapvetően ez nem egy betegség, ez két olyan fél között valósul meg általában ez az aktus, akit mindketten elmúltak 18 évesek, mindketten közös beleegyezéssel csinálják a dolgot. Tehát, hogy
alapvetően senki más nem fog értesülni erről, senki más nem fogja tapasztalni ezeket, ez csupán két embernek a közös döntés, ami senki másra nincsen semmilyen káros hatással. Viszont az ő mentális egészségüket pedig ezzel tudjuk segíteni. És egyébként ugye volt szó még a Pride-ról, csak egy rövid kitérő, hogy 2010 óta már konszolidálódtak ezek is, tehát hogy mint a, általában bármiféle mozgalomban először voltak a szélsőségek, kileng az inga, aztán szépen pedig vissza. Tehát hogy először mindig van egy ilyen radikális kirobbanás, amikor feszegetjük a határokat, és aztán pedig elkezdünk konszolidálódni, és akkor rendesen mondjuk szakmai anyagot lerakni az asztalra, nem pedig különböző provokatív tevékenységeket végezni, mert ezek alapvetően arra jók, hogy felhívják a figyelmet a problémára, amit aztán majd később jobban tudnak kezelni. Két szót így elrabolnék. Hát, hogy mennyire egészséges vagy nem egészséges, azt pont a transzszexuálisok mutatják meg, akiknek azt hiszem még az átalakulás után is valamilyen 40%-os az öngyilkossági arányuk. Tehát azért ez valószínűleg annyira nem lehet egészséges, hogyha ez mentálisan ennyire őket megviseli, és azért ezt is a tudományok, a statisztikák mondják, nem pedig csak a jobb oldali emberek. Amit pedig említettél, és el is lejtettem, ja, hogy ezt iskolai keretek között tudják ezt megélni, meg erre rájönni ma, majd 2022-ben nincs internet, Facebook, bármi, ahol felmennek ilyen csoportokba, és akkor ott hozzájuk hasonlókkal tudnak beszélni, csak az iskola tud egy 16 vagy 7-8 éves fiatalra hatni, hogy egyébként vannak meleg emberek, és akkor mindenki, tényleg? Hát azért ezt nem hiszem el, ez nem létezik. Szerintem azzal, hogyha kiszorítjuk a diskurzust az iskola keretein kívülre, akkor csak erősödnek a szélsőségek. Tehát, hogy nem tudnak hiteles információhoz de jutni. Nem szélsőség az, hogy ezt meg bevisszük? Abszolút nem. Szélsőséget nem visszük, vagy hogy bevisszük? Az nem szélsőség, hogyha bevisszük. Miért? Mert alapvetően... Miért? Alapvetően. Ha valaki sért, nem akar vele találkozni, akkor neki nem szélsőség, hogy... Nem szeretne találkozni a valósággal ezek szerint, hogyha jól értem, mert vannak meleg emberek, akik pedig rá vannak szorulva arra, hogy egy rendes, akár központilag ugye megszabott anyagot le tudnak adni, hogy mi jellemző mondjuk a, nem tudom, melegségre, egyáltalán miért van ez, tehát hogy fontos erről, hogy tájékozódjanak. És hogyha ezzel diák életeket, ember életeket tudunk megmenteni, mert ugye említetted az öngyilkossági rátát is, ugye nem lehet, hogy ezek az emberek azért lesznek öngyilkosak, nem azért, mert nem elégedettek a testükkel, hanem mert hatalmas gyűlöletet kapnak a nyakukba. Tehát azért, mert nem fogadják el ezeket az embereket, és ugyanúgy megvolt már a nem váltás, aztán visszaadom a mikrofon, megvolt már a nem váltás. De még így is azzal szembesülnek, hogy az emberek nem fogadják el őket, még jobban kirekesztik őket. És elfelejtettem én is. Van itt valami? Igen, itt erjünk. Köszi. Nem 18 éves kortól, ahogy a heteroszexuálisok sem 18 éves kortól közösülnek napjainkban, így Magyarország törvényei alapján is már 14 éves kortól lehet közösülni homoszexuálisoknak is. 14 éves kortól én nem tartom ezt előnyösnek nem heteroszexuális személyeknél. 4 éves kortól nemzetközi szinten, különösen skandináv államokban úgy történik a gyerekeknek az átoperálása, hogy a tanárok sok esetben nem kérdezik meg erről a szülőket. És ez igenis öngyilkossághoz vezet, úgy, ahogy mondtátok. A Pride-on, hogy nincsenek most már olyan jelenetek, tavaly kutyapórázon sétáltattak valakit, meg láttuk, ahogy a magyar zászlót gyalázzák. A nemzeti identitásnak, a nemzeti jelképeknek a gyalázása az elfogadhatatlan, hogy ez ott meg van engedve, és hogy a törvény ezeket nem bünteti. De valóban egyetértek azzal, hogy vannak olyanok tényleg, akit mondjuk abszolút nem is érdekel a téma, olyanok is kimennek erre, meg olyan is van, akit csak kimegy, jól akarja magát érezni, de ez az egész, ez most már én úgy érzem, hogy nem is az LMBTQ kérdésről szól. A szélsőségesek azok meg hát szégyent hoznak akkor a saját közösségükre, akkor pont, hogy azoknak a homoszexuálisoknak és LMBTQ tagoknak, akik nem vonulnak a Pride-on, mert mondjuk azt ugye uszításnak tartják a többségi társadalommal szemben, vagy pedig egyszerűen meghúzzák magukat, nem reklámozzák a nem identitásukat, orientációjukat, akkor pont, hogy őnekik a szélsőséges LMBTQ tagokkal szemben kéne felszólalni, hogy az ő közösségükre úgymond ne hozzanak szégyent. Ugyanígy a cigányok esetében a tisztességes cigánynak ugyanúgy a cigánybűnözőket üldözni kell. Egy gondolatot még elmondani, ha már így lehiggadtam. Mi hazánk
mozgalomnak, Mi hazánk ifjainak az ifjúságpolitika programjában a szexuális neveltetés tekintetében az szerepel, hogy a felelősségteljes családtervezésre fókuszáljunk. Tehát lehet itt beszélni az LMBTQ-ról is, ahogy mondtam, csak elsődlegesen ne erre szolgáljon a szexuális felvilágosítás, ahogy az ószerhasználat, fogamzásgátlás, abortuszról való beszéd is ne arra szolgáljon, hogy az a felelőtlen élvezett hajszolásra buzdítsa a fiatalokat, hanem mint egy eszköz, aminek következtében mondjuk nem 14 évesen szülnek a diákok, hanem későbbi korukban, amikor már erre ugye testileg is, meg szellemileg is megérettek. Köszönjük. Nem terveztem most reflektálni, annyi mindenet elhangzott, hogy nehéz erre reflektálni. Én mondjuk azért abban egyetértek a Fruzsinával, hogy tehát az se kell, az se a valóság, ha megtagadjuk, hogy nem létezik mondjuk homoszexuális kultúra. Csak meg ugye a törvény sem azt mondja, hogy nem létezik, tehát a melegek nem lettek jogfosztva a gyermekvédelmi törvénytől. Nincs az, hogy nem vásárolhatnak melegek bizonyos boltokba, nincs az, hogy kirúgják a melegeket a munkahelyekről, nincs az, hogy nem vehetnek ki lakásokat melegek, meg stb. Gyereket is fogadhatnak örökbe egyébként melegek. Nem házasodhatnak, ez igaz. Ez az egy van, de hát ennek azért mondjuk a keresztény hagyományát nézzük, egy keresztesek. De most gyakorlatilag, most fogadhatnak, vagy nem fogadhatnak? Fogadhatnak, vagy nem fogadhatnak? Eldöntető kérdés, igen vagy nem? Jogilag igen, gyakorlatilag nem. Tehát, hogy nem az kell, hogy legyen biztosítva a jog, hogy igen, amúgy elmélet, hogy az elmélet elméletben működik, gyakorlatilag nem. Szóval de ezt meg én azért nem értek ezzel egyet, mert általában ez úgy működik, hogyha kirúgnak egy meleg embert a munkahelyről, akkor ott mindig azon elő, hogy kirúgták, mert meleg. Nem az, hogy egyébként rossz munkavállaló volt, hogy kárt okozott, vagy stb. Itt is biztos csak azért nem fogadhat örökbe, mert meleg. Honnan tudod, hogy a szociális háttér egyébként azoknak az embereknek biztosított volt arra, hogy egy gyereket normálisan felneveljenek. Ilyen példát egyébként, tehát, hogy nagyon sok ilyen influencer van, aki ezeket az ügyeket nyilvánosság elé viszi, és tudjuk, hogy kiváló szociális hátterű meleg ember nem tud örökbe fogadni, mert nem kapja meg az engedélyt. És itt is különösen elmondták, hogy azért, és ezt meg is kapták, mert hogy homoszexuálisok, és akkor viszont el is ragadnám a mikrofont, picit visszaélek ezzel, természetesen. Ugye... Bocsánat, és akkor utána menjünk tovább a következő kérdésre, és akkor erről a témáról szerintem még beszélgethetnénk az utolsó 20 percben. Rendben. Akkor igazából csak annyi, hogy... Alapvetően az, hogy a másságtól félünk, az szerintem kikerülhető. Tehát, hogy azért, mert tudjuk, hogy mi valamilyenek vagyunk, és akkor ezt tartjuk a jónak, meg édesanyánk, édesapánk is ilyesmi volt. Ez volt a jó fogalma számunkra. Ettől még csomóféle más jó is létezik, és azért azt nem kell elkörstelennek találni, mert mi nem űznénk szívesen azt a műfajt, viszont más ember meg élvezi, és emiatt akár öngyilkosok is lesznek, vagy csomószor egyszerűen nem tudnak olyan életminőséget biztosítani maguknak, akár a munkahelyi szegregáció, vagy kirekesztés miatt, vagy pedig azért, mert ugye nem tudnak házasodni, stb. És ez mind azért van, hogy ezt úgy tudnánk kiküszöbölni, hogyha iskolában ezekről beszélnénk, nem lenne tabu téma, nagyobb lenne az elfogadás, és ezek az emberek nem részesülnének majd abban a hátrányban. Tehát alapvetően ez nem egy rossz dolog, csak egyszerűen emberek így kezelik valamilyen oknál fogva azért, mert ők nem ilyenek, és baromira szeretünk ellenségképeket gyártani, és aztán ezeken levezetni a gyűlöletünket, de nem feltétlen a saját honfitársainkat kellene ezzel gyalázni, szerintem. Egy utolsó. Minden embert egy apa nemzet és anya szült. Köszönöm, ez egy rövid mondat volt. Akkor jöjjön az utolsó kérdés. Helye van-e a nemzeti identitás erősítésének az oktatásban? Kevesebb vagy több ilyen célzatú ismeretre van-e szükség a diákoknak? Csongor, akkor neked adnám át a szót. Abszolút van helye. Rövidre fogva a válasz ennyi lenne, de hogy kifejtsem, Európának az elmúlt évszázadai arról szóltak, hogy az európai identitást pusztították. Ez kezdődött 1789-ben a liberális forradalomnál, ugye akkor a vallásit, majd 45-től már a nemzetit is kiirtották, jött a kommunizmus, még inkább rátett egy lapáttal, és 68-tól pedig a nemi identitást pusztították.
A óriási problémának látjuk azt, hogy gyakorlatilag 45 után, aki fiatalként szereti a hazáját, azt azonosítják sok esetben a nácival, ezt a bélyeget rásütik, és gyakorlatilag a hazaszerető fiatalokat kirekesztik. Szóval ezzel valamit kezdeni kell, ezt meg kell fordítani, ezt a tendenciát, ez így nem működhet. Mindenképpen beszélni kell arról, hogy a fiatalok többsége már azért is utálja a saját nemzetét, mert hogy nem tetszik neki a jelenlegi kormányzás. Tehát az, hogy mondjuk Orbán nem szeretjük, az ne jelentse már az, hogy akkor nem szeretek magyarnak lenni, meg elhagyom az országomat. Akkor változtassunk rajta. Ez nem egyenlő azzal, hogy akkor rossz az ország, meg rossz a nemzet. És a történelem oktatásban is, hogyha már beszélgetünk erről, akkor ott, hát elsődlegesen ugye ne a száraz évszámokra menjünk rá, hanem az okokozati összefüggésre, ezt sokszor halljuk már. De inkább az az elsődleges, hogy ne egy nemzeti szégyenérzet legyen, hanem egy nemzeti büszkeségtudat. Tehát attól, mert voltak győztes és vesztes csatáink, háborúink is a történelem folyamán, elsődlegesen azt kéne kiemelni, hogy milyen nemes cselekedeteket hajtottak végre hőseink, és tényleg példaképeket kell állítani az ifjúság elé. Trianonról is kell beszélni. Ez sok esetben tabu témaként kezdődik, különösen a fiatalok, de Trianonról beszélni kell. Trianonról azért kell beszélni, mert sajnos középiskolákban és utána felnőtté válláskor is nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy az elcsatolt területeken úgymond élnek magyarok. Nem tudják, hogy mi az, hogy székely, hogyha bárki jön ma Magyarországról, akár diákként, akár felnőttként, ugye Erdélyből, Felvidékről bárki jön Magyarországra, akkor őt úgy kezelik, mint szlovák, román, tehát gyűlölettel fogadják. Úgyhogy ha valahol gyűlöletről lehet beszélni, arról itt lehet gyűlölettel beszélni, és ez óriási probléma. Lehetne még itt sok minden sorolni, de majd akkor a vitában még kitérünk rá. Köszönöm. Hát egyébként azt szerintem nagyon jól látod, hogy sokan óckodnak így a magyarság fogalmától, vagyis hát, hogy a magyarság mint identitás felvállalása, és mi ott látjuk igazából, hogy gyökerezzik a probléma, hogy ki lett sajátítva ez a nemzeti identitás fogalma. Tehát, hogy mondjuk a kormány el tudja dönteni, hogy ki magyar és ki nem magyar, és ezáltal, hogyha te magyarnak vallod magad, büszke magyarnak, azzal akár rögtön tudnak azonosítani valami mással, amivel te nem feltétlenül szeretnél azonosulni. Tehát alapvetően mi a megoldás? Abban látnánk, hogy ez a nemzetfogalom az minden magyar állampolgára érvényes. Legyen a származása, legyen az a vallása, legyen az a szexuális orientációja. Tehát, hogy lehessen meleg nagy magyar is esetleg, aki büszke a hőseinkre, akinek fáj Trianon. Hogy igen, hogyha tiszteletben tartja ugye az értékeket, a hagyományokat, a kultúrát, és ez a kereszténység. Csak így ezt ki kellett egészítve, ez muszáj. Igen, és mi is fontosnak tartjuk, hogy minőségi történelemoktatás legyen. Ugye akár mindkét oldalt is el lehet mondani, hogy miért alakultak így. Ugye sokan azt szokták mondani, hogy több magyar történelmet kéne tanítani, viszont jelenleg szerintünk nagyon jó az arány, tehát hogy alapvetően mindig ugye a világpolitika dolgai határozták meg, mondjuk, hogy nálunk mik történnek, tehát hogy ez a mindkettőnek a tanítása párhuzamosan az abszolút szükséges, és azt is tanítani kell, hogy nem mindig álltunk a történelmi oldalán, viszont azt is tanítani kell, hogy milyen hőseink vannak, és ezekre hogyan legyünk büszkék. Tehát ugye a nemzeti identitás beemelése most ugye a nemzeti alaptanterbe, ez ugye szükséges, meg is történik, hogy a különböző országokban a különböző történelmi fejlődés miatt más mennyiségben, más minőségben van erre szükség, de nagyon nagy sztereotípia magyaroknál ez a széthúzás. És éppen ezért, hogyha meg lennének a közös értékeink, meg lenne a közös visszaemlékezés a különböző történelmi eseményekre, akkor ez tudna egy egységet kovácsolni erre. Amit viszont nem szeretnénk, hogy ebből a nemzeti identitás átadásból magyarkodás legyen. Tehát, hogy nem a minőségi történelemoktatásra, vagy az irodalomoktatásra fókuszálna, hanem kalocsai hímzőszakkör és társai. Nyilván erre is lehet igény, de alapvetően ne ilyenekben merüljenek ki, meg Nagy Magyarország tetoválásokban a magyarság fogalma. Nyilván, hogyha valakinek ez fakad a lelkéből, és így tudja megélni a magyarságát, akkor ez is egy helyes módja. Csak egy szélsőséges példával próbáltam érzékeltetni, hogy valaki úgy is lehet büszke magyar, hogy mondjuk a jövőre szeretne büszke lenni, amit majd ő fog elhozni a változással, és nem pedig olyan múltunkra, ami mondjuk akár az ő személyben elítélendő lehet. Hát én valahogy itt a kettő között helyezkednék el. Én is azt gondolom, hogy minden embernek a szülőhazája akkor jó, hogyha ez egy love brand. Tehát meghallod a himnuszt, akkor örülsz neki, megálltad a magyar zászlót, akkor jó érzés fog el.
Viszont a tehát semmilyen szeretet nem kikényszeríthető, a hazaszeretet sem kikényszeríthető, úgyhogy így, hogy hol húzzuk meg a határokat, például említettétek, hogy az oktatást, hogy akkor több magyar történelem, stb. Hát szerintem itt nagyon vigyázni kell, mert hogyha a történelmi tényeket eltorzítjuk, akkor az nem hazaszeretet fog erősíteni, hanem hülyeséget fog erősíteni, könyörgök. Vagy például magyar irodalomból is én nem bánom, hogy vannak ugye, nem tudom, orosz költők, és akiket megismerünk, nem hiszem, hogy ki kell szorítani őket, hogy több magyar legyen például. Mert független attól, hogy Magyarországot én szeretem, például a magyar irodalom hozzám sosem állt olyan közel, mint nem tudom, például az orosz, említettem. Úgyhogy, de egyébként abban a szempontból meg egyetértek, hogy a nemzeti identitást azért erősíteni kell Európában, abban az Európában, ahol Angela Merkel pár éve egy sajtótájékoztatón a német zászlót azt finnyigó fejjel így arrébb tette, és akkor csak az EU zászló legyen ott. Ez a jelenet, ez nagyon beleégett a fejembe, hogy most gyakorlatilag a nemzeteket miért kéne szégyelni, akármilyen történelmi háttere is van, neked nem kell szégyened attól, nem te választod, hogy milyen nemzetiségű legyél, vagy hát általában valaminek mindenképpen születsz. Általában mindenképpen jó. Szóval mindenképpen születsz valaminek, fel tudsz aztán venni később másikat, meg tudsz ugye költözni, de valahova te születsz, és azzal neked azért kötelességet azonosulni akkor is, hogyha nem feltétlen szereted azt az országot vagy kultúrát, mert ugye elköltözhetsz onnan, de valószínűleg pár évet biztosan fogsz ott élni, és annak az országnak biztos van szépség, amit te meg tudsz látni, és ezt, hogyha sikerül a szépséget átadni, az mindenképpen egy jó dolog, de hát én nem látom annyira radikálisan, hogy itt akkor teljesen át kell hozzá a tantervet így szabni, hogy akkor így akár történelmet így akkor csak a Magyarországra koncentráljunk, mert valóban a magyar történelem, a világtörténelem szempontjából azért nem annyira jelentőség teljes, úgyhogy itt nagyon bele kell menni a részletekbe, hogy erről tovább tudjunk beszélni, én azt gondolom. Arvészen most nincs időnk, Trianon pedig persze magyarként örökké fájni fog ezt. Ez nem is baj, hogyha mindenkivel, hát nem a fájdalomtudatot kell átadni, de azt, hogy valóban mennyi magyar él szétszakítva, ezt mindenképpen azért szükséges iskolai keretek között átadni. Köszönjük. Gondolom, tudtam. Én is úgy láttam, hogy arra fog menni. Ahogy befejezted, azt folytatva, fontos átadni ezt, hogy igen, nagyon sokan léteznek határainkon túl magyarok. Arról is kell beszélni egyébként, mert ez, amit még ki szoktak felejteni, hogy ez nem zárult le 1920-ban, 1947-ben, hanem hogy napjainkig átívelő probléma, amit magunkkal hordozunk. Rengeteg olyan magyar van egyébként, köztük én is, akinek családtagja még mindig Erdélyben vannak, és ez nagy problémát jelent. Egyébként most, hogyha Covid-ról beszélünk, akkor például átutazni ugye a határ, hát fél évente nehéz megoldani, mert vagy kell hozzáoltás, ugye, amit ráköteleznének emberekre, és azt azért nem mégsem, vagy pedig kell egy tesztért fizetni, ami megint csak pénzbe kerül, tehát hogy olyan akadályokat tesznek itt is elénk, ami egy probléma, de sok mindent lehet még sorolni. A lényeg, hogy ezt kell a diákokkal megértetni, hogy napjainkban is él egy ilyen probléma, ami családokat szakít szét, még 1920-47-re visszanyúlva. Beszéltünk, és említettem azt, hogy folyik egy európai identitás pusztítás. Na most nyilván ezt liberális és marxista gondolatok vezérlik, ezt az identitás pusztítást. Ezen alapokon jött, hát nem ezen alapokon jött létre, mert keresztény alapokon jött létre annak idején az Európai Unió is, de most már az ENSZ és az Európai Unió egyértelműen egy ilyen baloldali tendenciát vett fel, és nem titkolt célja ugye az Európai Egyesült Államoknak a megteremtése. Legutóbb, hogy magyar vonatkozást is hozzak, ugye Dobrev Klára pár nappal ezelőtt ezt ki is nyilatkozta, a Facebookon is olvasható, hogy neki most már igenis az a célja, hogy akkor az Európai Egyesült Államokat megteremtsük. És akkor említett Németországot, de ugyanígy lehet említeni Franciaországot. Itt még egy példát hozok így érzékeltetésnek, hogy miért is érzem problémának azt, hogy Európa Egyesült Államokról beszélünk, és nem nemzetállamok szövetségéről, aztán továbbadom a mikrofont. Ez pedig pár évvel ezelőtt Franciaországban történt eset, amikor Párizsban egy repülőteret 500 migráns elfoglalt, egyébként fehér liberálisok szervezték magát a tüntetést és az eseményt, akkor
Oda ment a fehér liberális, és elkezdett mondani, betanítani a migránsoknak, hogy mit skandáljanak, és azt skandálták úgy, hogy 500-an elfoglalták azt a területet. Egyébként miért foglalták el? Ugye céljuk az volt, hogy vagy kapjanak állampolgárságot, vagy pedig engedjék meg, hogy letelepedjenek. Nyilván ennek az a célja, hogy elfoglalunk egy repülőteret, már ez is abszurd, de hogy mit skandáltak? Franciaország nem a franciáké, mindenkinek joga van itt élni. Na, ez az, amit én egy óriási baromságnak tartok, mert amióta ez a migráns hullám megindult, azóta például Franciaországot nézve több mint 700 olyan no-go-zóna van, ahova nem mernek bemenni rendőrök, tűzoltók, mentők se, tehát ez nem lehet, hogy csak így eladjuk Magyarországot és Európát. Szerintem ezekre a kérdésekre a válasz alapvetően nem az oktatásban fog eldőlni. Tehát, hogy nálunk, ami az oktatás és a nemzeti identitás kapcsolatára picit így visszakanyarodva, amit mi meg tudunk tenni így az oktatási rendszerben, az, hogy átadjuk ezeket a nemzeti értékeket, aztán majd kérdés, hogy ebből mennyi fog célt érni, hogy ki mennyire érzi ezt mondjuk magáinak, akár a szülei, vagy akár a környezetében látott mintákból fakadóan. De nyilván a himnuszra, a szózatra büszke a legtöbb magyar, és az lenne a cél, hogyha tényleg nem szégyenérzettel párosulna a magyarság, hanem egy egészséges magyar öntudata lenne, és nem túl kompenzálnánk, hanem tényleg beállna arra a mértékre, hogy senkit nem rekesztünk ki ebből a fogalomból, mindenki ugyanúgy magyar, és mindenkinek más módja van arra, hogy szereti a hazáját, és ezeket mind el tudnánk fogadni. Örülök, hogy ebben konszenzus van, mert úgy látom ez a dolog, ez nagyjából mindannyiunknak egyetlen fontos. Visszatérve erre a kultúra pusztításról, hát igen, és azt látom, hogy vannak olyan gyakorlatilag importált ideológiák, akár Amerikából ez a woke kultúra, meg hát, és ez a neoliberális kultúra, és mondhatni Európáit nagyon megszilárdult. Nem értem én sem, hogy ez miért hosszatávon annyira gyümölcsöző, hisz az miért jó, hogyha mindenhol gyakorlatilag egyfajta ilyen kozmopolita falvak jönnek létre, és akkor bárha utazok mondjuk Európán belül, akkor ugye azt a kultúrát tapasztalom, mert igazából már nincsenek nemzetek, nagy fekete-fehér világ ezt az egész. Úgyhogy megfelelő keretek között ezt oktatásban a nemzeti értékeket mindenképpen úgy gondolom, hogy át kell adni, de nem járhat a tudomány a történelem torzulásával, a tények torzulásával. Van még ehhez a témához hozzáfűzni való? Csongor? Akkor röviden. Köszönöm. De az oktatásban kell kezdődjön az egész, hiszen a nevelésről szól minden. Hogyha fiatal korában nem adjuk át a tudást, és fontos a nevelés tekintetében meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a rossz ilyen tekintetben, a nemzeti neveltetés tekintetében és a nemi identitás tekintetében is. Hogyha nem határozzuk meg azt, mi a jó és a rossz, akkor könnyen választhatja a gyerek a rosszat is. Tehát a nemzeti identitás tudatot azt bele kell nevelni a fiatalokba, aztán persze majd választhat máshogy, de ez egy alap kell legyen. Ugyanolyan, hogy megtanítjuk járni a gyereket, aztán majd eldönti, mikor szalad, mikor nem, mennyire ragaszkodik hozzá, hogy milyen tempót vegyen fel a nemzeti identitás tekintetében, és vegyen fel egy szélsőséges irányzatot, vagy pedig inkább legyen az Európai Egyesült Államoknak a támogatóját, majd eldönti, de az alap az legyen meg. Csak visszajött hozzám. Szóval most akkor az 5 kérdésen túl vagyunk, és maradt még 20 percünk. Hogyha esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban bármelyikőtöknek valami hozzáfűzni valótok akadt, akkor azt ne tartsátok magatokba. Azt beszéljük meg, hogy visszatérünk-e az LMBTQ kérdéshez, vagy új témákra tettünk fel. Nekem van egy gondolatnak, ami lehet, hogy ehhez visszatérünk. Szerintem legyen ez egy szabad vita, dobjatok be bármit, de azért próbáljunk meg így az oktatás politikánál maradni. Ugye az embernek alapvetően több olyan identitás része van, amit mondjuk nem ő választott. Tehát ilyen például a család, ahova születsz, ami determinálja az oktatási kilátásaidat, ilyen a szexualitásod, amiről aztán majd kérdés, hogy mennyire világosítanak fel, mennyire tudod megélni. És ugyanígy ilyen az ország, ahova születsz. Tehát, hogy ezen se tudsz aztán később változtatni, hogy hova születtél, milyen kultúra van itt, milyen norma van, amit el tudunk fogadni. Ugye említetted, hogy át kell adni a jót a diákoknak, viszont ahogy látom, ebben a jóban azért vannak eltérések, tehát hogy mondjuk a xenofóbia lehet valakinek jónak tűnik, és ilyesmi. Tehát, hogy itt viszont tényleg jó, hogyha van egy kormány által képviselt egységes vonal, amit aztán mondjuk történelmoktatásnál, irodalomoktatásnál át lehet adni,
és aztán ehhez majd a diákok el tudják dönteni a viszonyukat. Viszont ez a jó, ez egy olyan nemzetközileg is vállalható tananyagnak kell, hogy legyen, amiért mondjuk nem tudják felróni, hogy nem tartjuk magunkat mondjuk az EU-s kötelezettségeinkhez, hogyha mondjuk a gazdasági előnyeit élvezzük, akkor a kultúrát is integráljuk valamilyen szinten, meg ugye a kultúra is változik. Tehát, hogy itt esett már szó arról, hogy keresztény értékrend és társai, de azért ezek is változtak az idő során. Tehát, hogy mondjuk nem mindenki az első szerelmét veszi el. Abszolút nem. Azt, hogy hogyan hozzá egy ország, az megváltozhat, de amit mondtál, hogy melegházasság, most egy keresztény kultúrában nincs olyan melegházasság. Nem lesz sose olyan, hogy melegházasság. Ha jól tudom, akkor a bűnt kell elítélni, a bűnöst szeretni. Igen. Szóval akár mondjuk a melegházasság, attól még ugyanúgy tekint. Hát de a házasság az egy szent kötelék. Azt két meleg ember nem meg köteti. Lehet oldani. Hát polgáresküvőnél meg lehetne, de akkor itt már megint bele vagyunk olyan viták. Hát ugye egy keresztény ország vagyunk, tehát itt igazából miért kell, akkor meghunyászkodni megint egy kisebbségnek. A keresztény többség azt mondja, hogy ne legyen. Akkor miért kéne megint azt, hogy ugye visszatérünk a diákok önkormányzat. Azért, mert ez nem titeket érintő kérdés. Tehát, hogy a melegházasság az pont nem egy heteroszexuális de embert fog miért érinteni. Miért gondolod azt, hogy én, mint keresztény ember nem vállalok sorsközösséget több emberrel, vagy több keresztényen? Mert úgy tűnik, hogy nem nézitek az érdekeiket. Hogy hogyan tudnak önmegvalósítani, hogy hogyan tudják a hazát gyarapítani, hogyan úgy tudják kimenekíteni az árvaházból a gyerekeket, hogyan tudnak jól kereső állást választani és növelni az ország GDP-jét. Egy kicsit intim kérdést szeretnék feltenni, hogy te magad keresztény vagy-e? Keresztény neveltetésem volt, igen. Ugye a kereszténységnek vannak úgymond szabályai. Az első szabály az, hogy szeresd Istenedet. És az ördög, tehát az ördögnek a legfőbb célja, hogy elválaszol Istentől. A kereszténység szerint. Tehát, hogyha melegházasságot engedélyezünk, meg egyre több olyan dolgot, ami nyilván a kereszténységben nem fér bele, akkor ez előbb-utóbb úgy gondolom, hogy ez országra nézve lesz. Hát egy meghunyászkodás, és keresztény meghunyászkodás. Itt nem arról van szó, hogy egyes embereket nem kell elfogadni, itt arról szól, hogy az isteni kapcsolatot nem vághatjuk el azzal, hogy például engedélyezünk melegházasságot. Mert az már egy Istennek nyilván nem tetsző dolog. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy keresztény kultúra, tehát keresztény állam, akkor ezt többség választott, tehát ez van. Hogyha most lesznek ugye a választások nem sokára, és nyer az összeellenzék, ők azt mondták, hogy majd lesz melegházasság. Hát akkor mindenki élhet a demokrácia jogával, megválasztatja az ellenzéket, és lehet melegházasság. De most jelenleg ez van. Akkor miért nem akarja ez a kisebbségi közösség elfogadni azt, hogy a többség most azt mondja, hogy ne legyen? Azért, mert valószínűleg nekik ez kell ahhoz, hogy nyugaták békéjük legyen, és azért, mert azt mondod, hogy keresztény ország, az nem azt jelenti, hogy minden egyes állampolgára keresztény, hanem hogy alapvetően a legtöbb döntésben ezt tartjuk szem előtt, de vannak olyan helyek, vagy olyan részei az ország döntéshozatalának, ahol nem feltétlenül ezt kell igénybe venni, hanem hogy van esetleg olyan része, ahol meg tudjuk ezt haladni, és a keresztényi szeretetet kiterjeszteni akár a melegekre is. Olyan formában, hogy támogatjuk az ő megvalósításukat, de ha már keresztény személyekre hivatkozunk, akkor Ferenc pápa is például már egyre liberálisabb ebben a kérdésben. Jó, kereszténység nem egyenlő a katolicizmussal, ezt azért gyorsan jegyezzük meg. Én magam sem vagyok katolikus, de jó, ebben azt hiszem, hogy nem lesz konzenzus, úgyhogy még egy záró mondatot ehhez tennék, aztán tényleg térjünk át az oktatásra. Fontosnak tartom elmondani, mert tényleg a jobb oldalt, és így minket is sok esetben azokkal azonosítanak, akik gyűlöletből cselekszünk. Na most itt el kell mondani, hogy nem azzal van a gond, hogy valaki homoszexuális, azzal van a gondunk, hogyha a propagandát ugye az óvodákba, iskolába beviszik, de ugyanezt ugye több szintere van a propagandának, és nincsen feltüntetve, hogy például egy rajzfilmben van-e homoszexuális személy, és ugye az mondjuk 6 éves alatt is megtekinthetik, ezt is gondnak tartjuk. Tehát a propagandával van a problémánk, és nem azzal, hogy valaki homoszexuálisként eljár tisztességesen dolgozni. Házasság tekintetében meg csak annyi, hogy most ha együtt akarnak élni, akkor így is úgy is együtt élnek. De mivel Magyarországról beszélünk, itt tényleg van egy keresztény kultúra, amit tisztelni kell. És hogyha tisztelik, akkor ezt nem a házasság kötelékén belül fogják megtenni, hanem azon kívül fogják az életüket összekötni. Ugye ennek a kérdésnek van egy olyan vonatkozása is, amit ugye említettünk a Fidesz által bevezetett
LMBTQ törvénnyel kapcsolatban, hogy ugye, hogyha azt szeretnék bannolni, hogy ezek az információk ne jussanak el a diákokhoz, akkor miért pont a legellenőrzettebb kereteken belül próbálják ezt megtenni? Egyébként miért nem akkor? Akkor legyünk Kína, tehát hogy akkor jogos, én nem ragaszkodom jogos, a Facebookhoz. Jogos, amit mondasz, és egyetértek azzal, tehát... hogy a propagandának sehol sincsen helye. Szóval ezzel nem tudsz így engem zavarba hozni, mert igen, én azt mondom, hogy a homoszexuális propagandának sehol nincsen helye, és kész. Attól függetlenül, hogy én ezt nem tartom propagandának, csak csupán egy egészséges ember egészséges kiteljesedését szolgálja minden téren, szerintem ennek nem feltétlen kell gátat szolgálni. Vannak eltérő vélemények. Ha szeretnénk demokráciát élni, és ilyesmi. Oktatásra térjünk át. Oktatás. Jó. Van esetleg bekészített kérdés, vagy akkor is jobban összecsapunk? Nem, de eszembe jutott most így, amióta vitatkozunk, egy érdekes kérdés, ez most ilyen aktuális. Az ellenzék ilyen népszavazást szeretne kezdeményezni a Fulton Egyetem kapcsán. És szerintem ezt a kérdést megvitathatnánk, igaz, hogy felsőoktatás, de hogy geopolitikai szemszögből fontos-e nekünk, vagy csak szimplán szakmai szemszögből szeretnék ide ezt az egyetemet, ti hogy látjátok a... Ez egy hajbókolás Kínának. Én nem hiszem, hogy szakmai szempontok alapján akarjuk ezt ide, mert erre az egyetemre olyan tandíj mellett biztosan nem a magyar diákok többsége fog járni, ezért azt gondolom, hogy nem feltétlenül van itt helye a Fulton Egyetemnek. Száfoljatok, hogyha... Úgy tűnik, hogy itt konszenzus lesz, mondom mindezt úgy, hogy 12 év kínai nyelvtanulás után állok itt, és szeretném kijelenteni, hogy ennek semmi keresni valója így ebben a formában Magyarországon. Tehát, hogy alapvetően Kínával nem tudom, lehet üzletelni, de nem a magyarság kárára. Tehát, hogy ez teljesen megfért volna a CEU mellett, hogyha ezt nem üldöztük volna ki, ez pedig nem állami pénzből épült volna. Tehát, hogy szerintem itt a balanszot érdemes megtartani, és akár lehetne ezt a kezdeményezést úgy is megvalósítani, hogy ebből profitáljon a magyar diákoknak nagyobb része, vagy esetleg meg lehetne építeni helyette, ugye, ami a népszavazásban is benne van, a diákvárost, mert hogy Magyarországon ugye a lakhatás is lett volna egy téma ezen az esetlen, de akkor csak így említőlegesen, hogy biztos mindenkinek van számos olyan vidéki ismerőse, aki azzal küzdik, hogy Budapesten szeretne tanulni, és mégse tudja ezt megtenni, mivel olyan árak vannak, hogy felkerül egy hirdetés a netre, és két óra múlva már nincs ott, mert kapodják el a lakásokat azok, akik meg tudják ezt tenni. Tehát a diákváros számos aspektusából jelentett volna megoldást erre a helyzetre. A Fudán kérdésében tényleg egyetértés van, ugye annyi, hogy mi a CEU-t sem támogatjuk, de hogyha már beszélünk a lakhatásról, akkor valóban, hogyha ifjúsági politikai programunkban is egyébként van egy pont, ugye pont a lakhatás kérdésére, és abban az szerepel, hogyha említek egyet a Stipendium Hungaricum programot, ugye ezen belül van mondjuk 40 milliárd forint, amit költenek külföldi diákok lakhatására, tanítatására, na most ezt a pénzt ugyanígy át lehetett volna csoportosítani, és akkor a hazai diákokat támogathattuk volna, megépült volna tényleg akkor egy állami diáknegyed, vagy diáképítési program. Egyébként fura, de pont mielőtt ezt erről szó esett ugye a médiában, meg bejelentették, hogy ilyen épül, mi pont azelőtt végeztünk a program kidolgozásával, kicsit más elképzeléseink vannak, de a cél az ugyanaz lenne, hogy tényleg az ilyen 180 ezer forintos albérletárak helyett itt jóval olcsóbban lehessen kapni egy 40-50 négyzetméteres lakást, és persze mondjuk amit itt fizetnek, az drágább lenne, mint egy kollégium, de hát azért a minőség is más lenne. Illetve szeretnénk, hogyha ez megvalósulna, akkor ezt úgy képzelnénk el, hogy ez lehetőséget adjon az egyetem befejezését követően is a diákoknak, hogyha ugye diákszerelem következtében a házasságot ugye megalapozzuk, akkor legyen ott lehetősége a feleknek úgy összeköltözni egyébként, még az iskolaidő alatt, hogy akkor nem kell mind a kettőjüknek fizetni, hanem akkor csak az egyiküknek. És ez megint csak egy olyan spórolási lehetőség, ami megalapozná azt, hogy hogyan élje tovább az életét, kipróbálhatnák tényleg akkor az egyetemi évek alatt ott kedvezményes áron, hogy milyen is együtt élni, működik-e a kapcsolatát, ez egy jó dolog tudna lenni, csak hát az államunk, kormányunk az úgy gondolta, hogy akkor a kínaiaknak, illetve a migránsoknak és egyéb bevándorlóknak kedvezzünk a magyar diákok helyett. Köszönjük. Még maradt pár perc, szóval még föltennék egy kérdést.
Ugye manapság egyre többen szembesülünk azzal a problémával, hogy szakember hiány van. Szóval, hogyha mondjuk szeretnék magamhoz hívni egy kőművest, hogy csinálj meg a kerítést például, akkor több hónapot kell várni, vagy el se jön, megígéri, vagy horrorárat kér. Hogy látjátok, hogy a közoktatásban mennyire kéne átalakítani mondjuk a szakközépiskoláknak a képzését, ugye, hogy több ilyen szakembert képezzenek ki? Hogy látjátok ezt a kérdést? Amit mondasz, az régóta probléma. Amikor én voltam még középiskolás, sajnos régen volt, akkor általában ezek a szakmunkás képzők, ezek már ilyen gyűjtő iskolák voltak. Azok kerültek oda, akik kibuktak mondjuk gimnáziumból, vagy bármilyen jobb iskolából, és akkor ott gyakorlatilag egy ilyen gettó képző volt, hogy egymástól késsel kértek cigit meg, stb. Sok ilyen sztorit hallottam. És ez így viccesnek hangzik, de valójában elkeserítő, mert egy szakembernek miért kéne nem érteni ahhoz, amit csinál, azért, mert fizikai munkát, vagy viszonylag, hát mondjuk egyszerű munkának nem nevezni mondjuk a villanyszerelést, de hogy vannak olyan munkák, amikhez nagyon nagy precizitás kéne, de nincs megfelelő ember, pont azért, mert a hírnevük, a renoméjük ezeknek az iskoláknak nulla. Tényleg egy ilyen gyűjtő képzők lettek, és az, akit érdekel egy ilyen, az sem biztos, hogy bemeri azt a közeget vállalni, és elmegy egy ilyen tanintézménybe. Valószínűleg azt sem segít rajta, hogy a tankötelezettség lett szállítva 18-ról 16 évre, bár én ezt nem tartom rossz dolognak, mert ugye azért ezt is egy igény szülte. Azt, hogy valakit bent tartunk egy tanintézményben, az nem jelenti azt, hogy tanulni fog, akár érettségre, akár valamilyen szakmát. És pont ezért azt sem jó, hogyha szerintem nem megoldás, hogyha visszaemeljük 18-ra a tankötelezettséget, mert attól még ugyanúgy nem lesz motiválva valaki. Hát itt az a megoldás, hogy több pénzt rakunk a szakoktatásba, és az intézményeket is korszerűsítjük, a tanárokat is kiképezzük, és igazából valahogy azt a kultúrát kell megtanulni, de az már inkább ugye a szülők edukációnál kezdődne, hogy a munka az mindig érték. Sőt, hát manapság a szakmunkák iszonyat felértékelődtek, nem csak, hogy nem lehet találni, hanem ha találsz is, akkor olyan pénzekért, amit gyakorlatilag nagyon nehéz kifizetni. És ezek az emberek nagyon jól is kerestek manapság, tehát Magyarországon is egy burkoló, egy villanyszerelő 5-8 ezer forintot nettóban simán meg tud keresni. De valahogy még mindig az van elhitetve, hogy te kevesebbet érsz, hogyha szakmunkás képzőben mész, és nem válasz mondjuk olyan tanulmányokat, amik diplomával vagy valamilyen irodai munkával végeznek, szellemi munkával járnak, mert ha a fizikai munkát végzel, akkor van egy ilyen társadalmi, hát... stigmád, hogy azért jó, lehet, hogy sok pénzt keresel, lehet, hogy te egyébként nagyon szereted az irodalmat, te egy intelligens ember vagy, de azért mégsem vagy ugyanazon a szinten, mint egy diplomás. Holott mondjuk egy szabad bölcsész vagy filmesztéta, hát valószínűleg csak álmodozik arról a fizetésről, mint amit egy burkoló vagy egy villanyszerelő megkeres. Alapvetően igaz, amit mondasz, tehát, hogy nem szabad lebecsülni a kétkezi munkásokat, és főként ugye itt azokra a munkásokról beszélünk, akik kreatív munkát végeznek. Tehát, hogy mostanában van egy ilyen tendencia, hogy az ilyen monoton munkák már egyre inkább gépiesíthetők, viszont a kreatív munkák azok szinte örökek. Tehát, hogy azzal, hogyha elmegy az ember ilyen szakképzésbe esetleg, akkor ott olyan szaktudásra tehet szert, ami aztán tényleg értékálló marad, és ugyanúgy akár egy szobafestő, akár bármilyen egyéb kreatív kétkezi munkát végző személy ugyanúgy meg tudja keresni azokat az összegeket, amit az említett, hogy a szabadbölcsész nem tudja, viszont ő nem biztos, hogy pénzkeresés miatt ment oda, de tény, hogy sokkal több pénzt kellene fektetni a szakképzésbe. Ugye az oktatás az tipikusan egy olyan műfaj, ami végtelen mennyiségű pénzt tud elnyelni, és még úgy sem egyértelműek a javulás jelei, vagy még mindig van olyan, amit tudnánk fejleszteni. Ugye ezen sokat segítene, hogyha nem a felsőoktatásra költött egész éves összeget meghaladó összegből építenék a Fudan Egyetemet, és egy ilyen kis kitétel, és nem ilyen látszatintézkedésekbe ölnénk a pénzt, mint például a nyelvtanulásként 2 hétig, ami ugye nem indult el azóta sem, mert Covid van, de ott is ugye hihetetlen mennyiségű pénzt fektetnének ilyen látszatintézkedésbe, ami papíron jól néz ki ugyan, de ott is például egy osztály megy ki, és aztán majd Angliában fognak közösen magyarul beszélgetni, tehát hogy az nyelvoktatás szempontjából annyira nem jó. De igen, tehát hogy ez a pénz az, ami hiányzik az oktatásból, viszont a 18 éves tankötelezettséget mi abszolút egy pozitív dolognak látnánk, tehát alapvetően látszik is a statisztikákon, hogy mennyivel arányosan többen buknak ki azóta a gimnáziumokból, akár a szakképzésből,
és azzal, hogyha visszaemelnénk, azzal ismét tudnánk egy olyan lehetőséget adni a diákoknak, hogy akkor nincsen mondjuk szülői kényszer, hogy akkor menj el te dolgozni, és vess itt véget a tanulmányaidnak, hanem akkor lenne ugyanúgy neki egy ugródeszka, hogy már az iskola elvégzésével, majd aztán később magasabb fizetésért tud esetleg elmenni dolgozni, és az a két év már nem azt nem szoros tanulmányban, nyilván vannak kiugró esetek is, most nagy átlagban beszélek, hogy az a két év az nagyon sokat tudna hozzáadni a tanulmányaikhoz, és fizetésben is ez látszana esetleg, hogyha utána viszont munkát szeretne vállalni. Bocsit, még annyit megjegyeznék, hogy nekem az egy picit problémám azzal, amit ti képviseltek, hogy ti mindig tényleg egy olyan ideális világot képzeltek el, ami nem létezik. Ugye mondtad, hogy kibuknak, mert hogy nem 18 év a tankötelezettség már, de szójában fordítsd meg, tehát csomó olyan diák volt, aki azért járt 18 éves koráig, mert muszáj, de egyébként mondjuk a 8 általános se végezte el, és ezzel megkeserítette a tanári kar életét, a diáktársainak az életét, és az, amikor neki már nem kellett bejárni, akkor fogta magát, és akkor hát, hogy mit csinál, azt nem akarom tudni, de ugye kilépett az iskolai keretek közül. Azért többségében nem az a jellemző, hogy most akinek nem muszáj végén a 18 évet, akkor az, hogy is mondjam neked, tehát, hogy rengeteg olyan család van, régen így volt a magyar harci családoknál, és nem látták a tanulásnak az értelmét. És valóban kerülni akartam ezt a témát, de nem tudjuk megkerülni a magyar cigányságnál, mai napig el van terjedve, hogy az oktatás az nem fontos. Tanulni nem érték. Ezt láttuk, hogy az év első babája esetében is, a kis Szelimke, negyedik gyerek volt, egy 19 éves lánynak. Most az 19 évesen már negyedik gyermekét szüli, akkor az elsőt szülhet olyan 15-14. Tehát valószínűleg egy ilyen, akkor még csak diák volt, nem valószínű, hogy emellett még azért úgy annyira az iskolára is tudod koncentrálni, hogyha 3-4 gyereket kell nevelned. És az, hogy őt mondjuk kötelezően bent tartjuk, hogy te akkor is 18 éves korodig be kell járni az iskolába, és akkor tanulnod kell, úgyhogy egyébként meg tényleg lehet, hogy ellúgja az egészet, vagy úgy viselkedik az órákon, hogy másokat ebben a tudásalapításban gátol. Én ezt nem tartom egyáltalán jól tettnek. Szerintem a 16 az még így is egy ilyen, szerintem még 15-re is le lehetne vinni, mert aki tényleg mellé akar menni az iskolának, az mellé fog akkor is, hogyha be kell járnia, ha a tankötelezettség van, mert az nem azt jelenti a tankötelezettség, hogy megy egy iskolaőr után, és akkor beülteti az órára, meg figyelteti, hogy akkor írjál, meg figyeld az órát, hanem az annyi, hogy ugye megvonhatnak egyesen segélyeket, vagy kapsz intőt mondjuk, hogyha sok ott hiányzó, wow, hát ez biztos, hogy aki nagyon nem iskolába jár, azt meg fogja hatni. Egyáltalán nem tartom fontosnak, hogy visszaemeljük. Igény szült, hogy csökkentsük. Örülök, hogy abban egyetértés van, hogy a szakmát igenis becsülni kell. Örülök tényleg, hogy fiatalok mondják ezt, mert sajnos sok esetben tapasztalat az, hogy lenézik azt, akinek csak szakmája van. Semmilyen szakma egyébként nem egyszerű, tehát minden egyes olyan fiatalt, aki azt tisztességesen kitanulja, aztán végzi a munkát, azt becsülni kell. Magyarországon azért jól mondják, hogy szakmából hiány van, de hogyha 100%-át veszük a dolgozó embereknek, akkor a 44%-uk azok nem azon a területen dolgoznak, amit elvégeztek, és az általában az egyetemi diploma, amit elvégeztek, aztán teljesen más területen dolgoznak. A további 44% az pedig pályaválasztáson gondolkodik. Ezt összeadjuk, az már 88%, akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak 12%-a az embereknek van megelégedve az elvégzett tanulmányaival és a belefektetett ugye, munkával. Az elmúlt 30 év kormányai viszont hiába mondták el szép szavakkal azt, hogy becsülni kell a szakmát, úgy tűnik, hogy nem tettek érte semmit, hiszen nem történt változás sajnos e tekintetben sem. Most is az lenne a feladat, hogy ezt az egészet népszerűsítse. Most hogyan lehet ezt népszerűsíteni? Nyilván akkor szavakkal ugye ezt népszerűsíti talán, de hogyha az általános iskola 8. osztályába, tehát amikor eldönti a diák, hogy hova megy tovább tanulni, akkor mennének és különböző szakmákat bemutatnának, akkor lenne egy rálátása a diáknak, hogy hát nem csak gimnáziumba lehet menni, a szakma az nem is olyan lebecsülendő, mégiscsak el tudok menni dolgozni, és valóban aki kitanulja a szakmát, tisztességesen végzi, annak biztos lesz megélhetése.
bölcsésznek nem biztos. Ezért vannak ezek a statisztikák is, hogy 40% más területen dolgozik. Tehát ez is fontos, hogy egy egyetemi diplomát, az például fiatalként ne azért akarjunk szerezni, hogy kicsit élvezhessük még az otthonélést, ugye szülői háznak a szeretetét, és ne azért, hogy feljöjjünk egy nagyvárosba bulizni, hanem akkor az tényleg a tanulásról szóljon, és a tanulást követően tényleg tudjunk azon a területen elhelyezkedni. Persze ez nehéz döntés, mert mindenkinek van egy dolog, amit szeretett tanulni az iskolában, és ez alapján válasz, de az általános iskolákban, ahogy a szakmai tekintetben, ugyanúgy a középiskolákban az egyetem terén kellene, hogy érkezzen minél több szakember, aki dolgozik az adott irányzatban, és ezeket be kellene mutatni, hogy tényleg tudjanak felelősségteljesebben dönteni a fiatalok. Ungor, bocsánat, letelt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és szerintem egy taps dukál itt a kollégáknak. Ahogy az elején is említettem, ez egy rendezvénysorozat, és a következő téma, amit meg szeretnénk vitatni, ilyen keretek között az a lakhatás lesz. Szóval nagyon szívesen várunk benneteket a következő vitára is, hogyha van kedvetek. És annyit tenni még hozzá, hogy ugye, ahogy előbb már említettem, viszonylag fiatal szervezet vagyunk, most vagyunk túl az új alakuláson, és ahhoz, hogy tényleg ezeket a vitákat esetleg nagyobb termekben, vagy professzionálisabb keretek között, gondolok itt a mikrofonra, le tudjuk bonyolítani, egy kedves támogatást elfogadnánk. A mögöttetek lévő banneren esetleg az alapítványi számlaszámon tudnátok támogatni minket, illetve kihelyeztünk valahol egy dobozt, megmondom őszintén, nem tudom, hogy hol, de azt mutatja Balázs, hogy a Csongi mögött. Vagy nem? Aj, akkor hátul, jó? Akkor hátul. Igen, és hát még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek. A videóanyagot majd az Identitas oldalán tesszük közzé, a szabadon felhasználható. Reméljük, hogy a hangminőség is jól sikerült, jó lett. És hát még egyszer köszönjük a részvételt mindenkinek. Köszönjük szépen!